Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók. Na most mindjárt bocsánat. Hello, jó reggelt. Nem elég csak a piros, még föl is kell tolni. A kutyafája. Mennyi bonyodalomval egy ilyen keverőpultban. Mennyi minden. Hú, ez milyen áthalásos volt. Nem elég csak a piros, föl is kell tolni. Piros, igen. Nem elég, ha ég. Gyerekek, olyan fülzúgásom van, hogy folyamatosan zúg a fülem. Az mit jelent? Az... A méhecske van benne. Aha, ilyen fülzúgás. Hát strandon mostanában nem voltál, a vízparton nem voltál, nem maradt bent fül. Fülesed van forgatáson? Van. Na, akkor megvan. Melyik? Másik vagy az egyik? Az, amiben van a füles? Vagy a másik zúg? Melyik zúg? Nem, a másik. Azért, a másik? Akkor mondom, ha balban van a fülesed, akkor igen, a jobb dobhártyádat belülről üti a hangerő, olyan hangosan hallgatod. És akkor most mi van, megrepett? Hát, és most tedd át a másik oldalra. Szivárgott belőle reggelvér? Valamelyikről? Véres volt a párnám. Aha. Oh. Nem volt véres, de hogy is. Nem volt, de úgy zúg, ez nem vérnyomás inkább, az, nem? Az. Ez valami vérnyomással kapcsolatos dolog. Tegnap nekem az egész tarkomon éreztem egy ilyen nyomást. Aztán levetted a konyhaszeg. Igen. De a jobb fülembe is van dugulva, tehát nem akar kipattani, tudod, amikor rágózol, ásítasz, és nehezebben hallak titeket most. Féllábon ugrálás magamat hallom belül. Tessék? Nem mondom, hogy nem balesetveszélyes. Féllábon ugrálás zuhanyzóba volt reggel? Nem. Nekem azt szokott segíteni. Igen? Igen. Az jó? Igen. Mert ha például tusolásnál bemegy a víz, akkor van olyan, hogy megakad a hallójáratnak az elején, és akkor azt ki kell ugrálni. Az tök fontos. Hiszem egy kávét, megnézem, lehet, hogy vérnyomás. Aha. Vagy nem tud kipattanni. És olyan, amikor befogod a füled, és úgy beszélsz. De akkor mind a kettőnek úgy kéne lenni, nem? Hát lehet, hogy úgy van mind a kettő. Ja, hogy azt nem is érzed. Nézem a szádat, hogy lehet, hogy csak az egyik van úgy. Mit mond? Emlékeztek arra a reklámra? Lehet, hogy csak az egyik van úgy, de belül hallom magam. Aha. És idegen a hang. Fura. Aha. Mást hallok. Tehát most máshogy hallak titeket. Ez a féllábon ugrálás, és szerintem ez tud segíteni. Na jó, majd két, hogy hívják, majd ahogy hívják alatt a best of-unk alatt, majd ugráljam egy kicsit féllábon. Ugrálok féllábon. Meg fejen állok, állítok, az nagyon jó a vérnyomással. Az is jó. De ez az egy ősi módszer, hogy fejen állsz. Igen. Gondolkozom. Vagy a Feri megemel a két lábadnál fogva, és egy kicsit megráz. Nem, hanem hogy pont alacsony és megnő. Mert ugye belemegy a fejedbe a vér. A fejbe megy egy kicsit a vér, és az jó. Na mindegy. Ja. Mi újság van, ki hogy van, hogy telt az előző nap, mi volt, hogy volt, jó volt, semmi? Hát gyakorlatilag ezek a szokásos ilyen kis ilyen kerti munkákban vagyok belebonyolod, vagy gyakorlatilag minden nap. Most érted, amikor esik az eső, az a baj, amikor nem esik, az a baj, mert Isten, akkor mint a magyar mezőgazdaság, illetve... olyan lett a Vadon Jani. Ha esik, akkor az a baj, a kukoricára még kéne, de a buza aratásom véget már ne esik. Csúsztam erre agrárvonalra. Hát te híres agrárvonalra. Képzeljétek, volt most egy ilyen nagyon-nagyon komoly bűncselekményre voltam rácsúszva, ki kellett derítenem, hogy honnan jön az a büdös, amit érzek már így napok óta, így a kertben. Tudod, ismeritek ezt a fura kis édeskés szagot, amikor tudjátok, hogy valami állatka elhullott a környéken. És akkor ott kint vettem ott, ahogy hívják, előtt az udvaron, és ott mozogtam, és mindig, amikor jött egy kis szellő, akkor éreztem, hogy hú, és akkor körbeszagolgattam minden hónom alját. De nem az volt? Ez nem ez volt, kijött a kutya, megszagoltam őt, és nem ő volt, kijött Móni, megszagoltam őt, és az kellemes volt, akkor be akartam menni hozzá, de aztán még rájöttem, hogy igen, hogy még a gyerek még nem alszik, és akkor így honnan jöhet, és én a szomszédra tippeltem, aztán kiderült, hogy marhára nem. Van nálunk egy ilyen hamis ciprus, és a macska előszeretettel mászkál oda föl. És mert van ott egy fészek, egy ilyen kis rigófészek. És aztán elkezdtem benne kutakodni, nézelődni, és kiderült, hogy hát szegény kis madár. Most vagy a macska hozta lefele, aztán akkor akadt be, vagy pedig anya, már tudok repülni? Ezt nem tudott. És aztán fölmaradt szegényke, úgyhogy megtaláltam a kellemetlen illatnak a forrását. Szegény néhai kismadár volt az. Úgyhogy, hogy elköltözött az örökvadászmezőkön? Így van, szegényke. Na mindegy, úgyhogy eltemettük állami pompa mellett. díszlövések megyek minden. Igen, volt minden, mondtam egy beszédet, sokat nem tudtam róla mondani. Nagyon szép hangod van. Volt. Lehetett volna. Igen, és egyébként a szüleid is nagyon kedvesek voltak. De kérdezzétek el, megdöbbentő, hogy ezek a rigók hogy védik a fészküket. A macskát konkrétan elzavarja két rigó. Ott mondom, ott van a fészkük, és mindig azt lehet hallani, hogy a macska kimegy a lakásból, a kertbe, akkor hirtelen irgalmatlanul felerősödnek ezek a madárszajok, és Rigó papa, vagy Rigó mama, hát ezt én nem tudom megkülönböztetni a kettőt egymástól, mert nem tudok olyan közelségbe kerülni hozzájuk, hogy megnézem, hogy mi van egyébként, a szétfolyam a tollukat, mi van a toll alatt. Én amúgy se tudnám egyébként megkülönböztetni a hímet a nősténytől. Próbálj meg fölmászni, mint a macska hamis Cipruson, és akkor téged támadnak. Mi nem zavarjuk meg például a macskát, konkrétan elzavarják. Leugrálnak a izéről, a fészekről, és oda mennek, és iszonyú bátrak, pedig a macskánk, hát most tegnap lemértük 6 kiló. Tehát, hogy azért nem egy gyenge darab, és valószínűleg ilyen két harapással is intézni őket, aztán lemennének valószínűleg reggelire, 10 óraira, uzsonnára vagy ebédre. De úgy elzavarják a halál. De folytasd. Szára, azért mondom, hogy ha közel akarsz kerülni a rigóhoz, akkor játsz macskát. Aha. Tehát, hogy próbálj meg a hamis Cipruson fölmászni és nyávok közben. Akkor elkezd támadni téged a rigó. Egy kis madár riasztott csörköt nyakam. Igen, elkezd téged támadni. A rigó elkapod, szétfőd a túllát, és már is tudod, hogy csináljuk, hogy tehát, hogy ahogy menjek ki az udvarra, hemperegjék egy kicsit a porban. Időnként panaszosan nyalogjak egyet. Aha, jó. Nyalogasd a lábaidat. Nyalogasd a lábaidat, igen. Aztán menj fel a fára. A testemet található viszonylag kevés mennyiségű szőrt, nyalogassam le. Aha, jó, nagyon jó ötlet. És akkor közel jön a madár, el tudod kapni, meg tudod nézni, hogy melyik a fiú. Igen. Csak ilyen ornitológiailag, érted? De ennyi. Olyan kis bátrak. Úgyhogy nem tudom, hogy most valójában a cirkusz az annak szól, hogy megöltöd a kicsinyünket, te rohadt állat a közel, hogy azt kicsípem a szemedet, mind a kettőt, hogy erről van szó, vagy pedig van még valami a fészekben, amit védenek a kis rigók. Úgyhogy na mindegy, de a szag legalább megszűnt. Igen, eltűnt? Na, ha igen, eltűnt, igen, majd hogy hívják, legalábbis majd csütörtökön akkor jönnek a kukáját, akkor tűnik el végleg. Látok, csütörtökön viszik nálam pénteken. Pénteken van kukavívés, ha nem teszed ki, akkor buktad. Na, akkor viszontlátásra. Akkor egy hét gyűjtögetés. Akkor egy hét gyűjtögetés. Zöld hulladék kedden, sima hulladék az pedig csütörtökön. Igen. Elindult a fesztivál szezon Velencén, ha valaki izgatottan várná, hogy miért nem tud aludni a környéken. Milyen és a szembelévő parton. Egyetemisták főiskolák országos turisztikai találkozója, amiben a turisztika azt szerintem már nem szerepel, és nagyon aranyos emberek vannak. Megérkezik a vonattal, onnan még azért gyalogolni kell egy jót. Tegnap bringázni voltunk, jövünk vissza, és egy fiatalokból álló csoport, hát kimenne az EFOT-ra, hanem fiatalokból álló csoport ment, és az egyik srác vett az egy büfénél, gondolom, kolbász, kenyér, akármicsoda, és a kis papírtárcáról, amit onnan, tehát az is egy érdekes kérdés, hogy a büfétől 5 kilométerre lévő EFOT-ra gyalog akarod kivinni a sült kolbász, de ám legyen, egy papírtárcán. Ott a legjobb. És nagyon vicces volt, mert leesett 2 szelet kenyér, amit egy picit így arrébb rúgott, de közben hátrafordult, és látta, hogy sokan jönnek utána, megszólalt a lelkiismerete, és fölvette. Olyan édes volt, ezt úgy szeretem. Amikor nem látnak még, akkor tudod, arrébb rúgdosod, mert jó lesz, az ott majd megeszik a madarak, és így észrevett, hogy jövünk utána, meg még többen is, visszafordult, és fölvette. Tündérke volt. Viszont az agárdiaknak és a gárdonyaknak üzenném, hogy most nem fognak aludni, mert a nagy színpad az pont a vízre néz, a víz megviszi a hangot, úgyhogy biztos, hogy lesz háborgás. Egy hétig? Hát azt hiszem vasárnapig, igen. Én nem tudom, én ezeket szeretem még, akkor is még nem voltam kint, meg valószínűleg nem is fogok kimenni, vagy lehet, hogy mit én az egyik este, de szerintem ezek tök jó dolgok, hogyha fiatal vagy, meg mit én van pénzed, mert az még egy másik kérdés, hogyha így végigmennél egy ilyen volt Balatonszand, EFOT szigeten, hogy az mennyibe kerülne, tehát oda azért kell egy tőkeerős szülő, hogy ezt a gyereknek tudja adni, de szerintem határozottan jót tesz egy településnek az, hogy van valami. Persze. Most nyilván aki úgy jár le, hogy hétvégi házon van és nagy pihenésre, az lehet, hogy nem örül neki, de mondjuk akkor tud még jönni azért júniusban, július felében, meg augusztusban is, amikor nincs EFOT. Ezt egy picit el kell viselni, mert már hallottam a nénikék, hogy minek ezért nekünk? Hát neki már miének? Brigantik, huligánok itt vonulnak keresztül a falun, és szerintem meg tök jó, hogy van, nem? Igen, megint itt vannak a punkok! Azaz. Megint itt vannak a punkok, mint tavaly. És már most reggel, ahogy jöttem, szedték a szemetet, az zöld mellényes emberek, tehát hogy rendben van az egész falu. Nézzék már a kukára, megint ráfújták a narhia. Inkább büfé. Hát most nem. Azt láttam a Szigeten 10 éve. A kukára ráfújja, inkább büfé. Inkább büfé. Az volt ráfújva a Szigeten, mint 10-12 évvel ezelőtt. Amikor még az inkálósok védték ugye a Szigetet, nem tudom, már vannak-e, vagy nincsenek, ugye akkor még nagy ellentétek voltak a szigetlakók és a biztonsági örök között, amikor indult a Sziget 95-6-7 körül, és akkor minden kukára ráfújták, hogy inkál büfé. Ezekre a nagy féb kukákra nagyon szórakoztam. Vicces volt. Lehet, hogy már most már biztonsági szolgálat, és nem csak a közönség külföldi. Tehát egyébként ezek jót tesznek a településnek, meg ugye hosszú távon kell gondolkodni, azért nagyon sok embernek beakad a településnek a neve, a hely, és a többi. Lehet, hogy ez a turisztikai vonal ez annyira nem érvényesül, de szerintem oda vonz az embereket, tudod. Ha meg nem mennének, akkor meg azért sétálnak. Meg jó az, jó az, meg a helyi árusoknak is azért jót tesz, a kolbászosnak. Van egy csomó vendégéjszaka, a büfékben, simán én is jó az, neki. Jó az. Őt meghallgattam tegnap este Gangsta Zoli 20 éves születésnapi koncertjét 10-től, mert remekül lehet a teraszon koncertet hallgatni. Még mindig ugyanolyan jók, mint régen. Bár régen sem voltam Gangsta Zoli koncertet, de jó volt. Hallottad te, hogy mit énekeltál? Az Atya, Fiú, Szentlélek nevű Jézusom, távozz tőlem, sátán. Hallottad azt a szót, hát ki sem merem mondani. Csak leírom. Atyatyú, te csuda vagy. Jó volt, Zoli? Jó, persze, nyomták. Tele volt vendégeken, mert megnéztem a programot, egy csomó sztár vendéget hívott magához, ez volt a 20. szülinapi koncert, úgyhogy ez volt a nyitólap tegnap. Ők már 95 óta vannak, Atyaisten. Hát ott volt a Buma fejbe az ott az első album. Kemény. És hát neki már előtte is van egy zenei előélete, hát, ugye? Igen, Sex Action, azt hiszem így volt. Igen, Sex Action. Így a Dirty Rockból mentek át hogy hívják be, a hardcore-ba. Buma fejbe, ha rossz vagy, ha olyan. Jó, de jó. És ott még milyen rosszul repel az Oli. Úristen. De új volt a műfaj, hát hogy örültünk neki? Magyarországon, ugye nem ismertek. Nem csinálta senki, nem se. Ez a szöveg, ami level. Igen. És valaki az Buma fejbe, apám, de kemény. Mondtuk, nem? Hogy milyen jó volt, még akkor is, ha igazad van a maihoz képest. Hát mondjuk mi már gimiben is azon rögtünk. Igen? Persze, tehát azért az nem volt annyira jó. Csak vicces inkább. Hát jó, te lehet, hogy a külföldi repkultúrát ismerve, lehet, hogy nem vicces volt jó, de... Vicces volt, 95-ben ilyen fejpántal, ilyen üveg benne papírban, 8 kerül leforgatott videó, a fejben rossz, hogy haver. És nagyon rosszul repelt az Oli akkor, még szörnyen, de ilyen viccesen rosszul. Tehát azóta azért sokkal jobban repel. És akkor a 8-ban így élünk? Akkor így élünk, ahogy jöjjön? Akkor így? Igen. Ha gettó vagy, akkor gettó vagy. Hallod? Na, megmutatjuk gyorsan, mivel foglalkoztunk a tegnapi napon, jönnek a nap legjobb pillanatai. Ugye utált dalokról beszélgettünk, mert kiderült, hogy mindenkinek van ilyen. Olyan dal, amit egyszerűen meghaladsz valahol, vagy eltekersz, vagy elkapcsolsz, vagy fizikai fájdalmat érzel, ha végig kell hallgatnod. És hát kiderült, hogy hallgatóinknak is vannak ilyen dalok, illetve nekünk is vannak utált dalok, amiket valamiért, nem is tudod pontosan az okát, nem bírsz végig hallgatni, gyűlölöd. És hát ki lehet üldözni bele a világból. Kiderült, hogy mindenkinek van ilyen dal. Van, akinek több, van, akinek kevesebb, de legalább egy mindenkinek van. Így van. Sok vidám percet okoztunk vele, de amúgy se legyetek szomorúak, hiszen süt a nap, jó? Mert is lehetne 100-szor is rossz. Igen, az emberek zenekar, igen. Az egy tévedés volt. Na, megmutatjuk, miről beszéltünk tegnap, aztán jövünk vissza már is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 2 perc múlva pontosan fél hét, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na, az ismétlés után gyorsan nézzük, mit írnak hallgatóink, még amikor friss és meleg az SMS. Azt mondja, hogy köszi srácok, azt mondja, Takács Nikolász. Igen, még valaki már a témához kapcsolódva. Azt mondja, hogy... Igen, jönnek az SMS-ek, hogy ki mit utál még. M7-es Érdi pihenőnél Pest felé tartó oldalt mérik, ezt Ildi küldte nekünk. Köszönjük szépen, ott is vigyázom mindenkinek. Aztán nézem, hogy van-e még friss közlekedési hírünk. Jani, a tojó a barna, a híma fekete a rigóhoz kapcsolódva. Ugye, ha már meséltél rigóktól. Igen, hogy melyik a nőstény, meg melyik a híma. Köszönöm szépen, a beérkezett SMS-eket összesíteni fogom, és már úgy látom, hogy vannak finom ellenmondások, és akkor 100%-os arányban meghatározom, hogy ki mondta azt, mondjuk, hogy fekete, és sárga csőrrel az a hím, és a többi, és hogyha többen mondják azt, akkor azt elhiszem. Mindig az állatvilágban mindig a színes a hím. A szürke hétköznapi. Mindig a kacsáknál is, amelyik nagyon fényes, nagyon sokszínű zöld anyag, az a hím. A rigónál is, azt hiszem, a fekete, sárga az a hím, a szürke, egyszerű színű, az a nőstény, a pávánál is. Tehát, hogy mindig a színesebb az a hím. Én mindig és csak az egyszínűbb. Az a baj, hogy mindig csak egyet látok, és azt nem tudtam, hogy most akkor ez most melyik. Vagy tojó, hát a nőstény. De a feketét-sárgát fölismered, ezt a két szint. Azt igen. Akkor azt igen, vagy. De hogy lehet, hogy mert nem tudtam, hogy mondom, ketten vannak, vagy egyedül mindig ugyanazt látom. Megítélte a bíróság a kölyköket, hogy hogy van. A hím viszi a balhét. Csak. De akkor a hím. Akkor hím volt az, amelyik iszonyú bátor volt. Ugye zavarja 6 kilós macskát, mint az állat. Persze. Aztán lehet, hogy csak magával csalja. És aztán szörnyű dolgokat művelnek együtt. Igen. Hogy állunk játékkal? 2-0-ra a hallgatók vezetnek, ha jól emlékszem. Ajajajajajajajaj. Izé. Ez nem jó hír. Na megnézzük akkor, hogy ki ez, aki jelentkezik játékra. Úgy érzitek, legyőzhetőek vagyunk, már pedig azok vagyunk, akkor írjatok SMS-t. Így van, kicsit 10 éves körülét dadogos, önbizalmányos kisgyerekek vagytok jelentkezni. Igen, idős nénik, nyugdíjasok nyugodtan, szintén abszolút játszanak, jó? 2-0, de hát azért még küzdünk, hogy meglegyen a hét, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk. Ákos, hírei után. 6 óra múlt 49 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, szerda van, és fordulunk rá a nyárra, gyerekek. Bizony, bizony. De reméljük nem az utolsó nagy kánikulai roham, hanem hát még bízunk az augusztusban is, amikor igazán meleg szokott lenni. Úgyhogy jön a jó idő, hétvégére már 35-36 fok. És meddig marad, azt tudod-e? Én keddig láttam, és keddig gyönyörű szép idő. Úgyhogy mostantól kezdve jövő hétfőig keddig egészen jó idő lesz. Ettől függetlenül rövidülnek a nappalok, hogyha valaki elég korán fel, az láthatja, hogy sajtból van a hold. Na most nem akarom megint igen elvenni a kerületeket, de tényleg így van. Én tegnap előtt 9:40-ig forgattam, és még egy héttel ezelőtt, amikor 9:40-kor jöttem ki a színházból, akkor tök világos volt. Tegnap előtt kijöttem 9:40-kor már az RTL-nek a stúdiójából, és full sötét. És neki keseredtem, olyan voltam, mint micmackó. Mentem a kocsimhoz. Nyalogattad a mézesbotont. Nyalogattam a mézesbotont, húztam a farkamon. És azt mondtam, hogy úristen, hát milyen világ ez, hogy már 9:40-kor sötét van. És tudod, amikor sötét, Balázs, még egy ajtón át kell menned, és akkor vagy kint. Áramszünet van az épületben, és délután 4 óra van, menjék, és akkor hogy jó idő van. Nem csak tudod, hogy mondtam, hogy a fene vigye el, hát hogy tudod, nem is az, mert lesz új nyár jövőre, meg minden, meg hát még most is van, meg augusztus, csak tudod, amikor így megérzed, hogy na megint valami egy kicsit elkezd elmúlni. Amikor úgy benned is úgy elmúlik valami, tudod. És rájöttem, hogy már 9:10 volt, tudod, és egy 2 hete még baromi világos volt. És most meg már sötét volt. Szomorú történet. Igen, itt a vége mindennek. Viszont jó hír, hogy a Balázs ugrált egy kicsit fél lábon, és megszűnt a fülzugás, meg kiesett, tegnap bekacsolva hagyott utasítója. Az milyen lett volna? Valamilyen rohatózzunk a fülem. Ja, basszus, behagytam, és még mindig be van kapcsolva, csak nem kap jelet. Nem, szörnyen zúg még mindig egyébként, még mindig csak úgy belül hallak titeket, meg belül hallom saját magam, de már várom, hogy kipattanjon. De majd a játékos lehet, hogy kipattintja. 2 óra. Megint te akarsz játszani? Csak nem, mondom, hát mert tegnap előtte voltál. Akit választ a játékos, gyerekek. Akit választ a játékos. Pihenek is, játszom is, amit szeretne a játékos. Ez az ő 1 perce, úgyhogy megnézzük, hogy kivel játszik ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Máté! Honnan hívtál minket, Máté? Sopronból. Hoppá, Sopronból. Mivel foglalkozol, Máté? Fogtechnikus vagyok. Mindenki Sopronban majdnem. Igen, Sopron a fogorvosok és fogtechnikusok mekkája, ha lehet így mondani. Ott az egy aranybánya. Kivéve a Moby Dicket, mert ők tresserek. És kivéve ilyenkor, mert gyakorlatilag nincs semmi munka. Tényleg? Na. Hát igen. Nyaral az osztrák nyugdíjas, nem ilyen fogad csináltatni? És az már nincsen, hogy oda mennek hozzátok nyaralni, és akkor közben egy kis fogtechnika, egy kis nyaralás? Ezt így most nem tudom megerősíteni, mert nem tudom a páciensek szokásait. Aha, nem, van ilyen is, van olyan is. Most a nyári fesztivál, akkor még a tengerpartokon zavarják a sok édességet, aztán majd mennek össze, megben télen. Épp egy nyugdíjas csoport ment el előttünk, aztán mondtam, páciensek, de hát nem jött be semmi. Akkor tudtál egy kicsit lazítani, legalább. Máté, kivel szeretnél játszani? Janit választottam. Jani, jó. Szervusz, Jani. Szia, de nem Anna Tukmált rád, ugye? Hát mondta, hogy Balázs már játszott, de nekem teljesen mindegy, mert nagy letámadást tervezek készülni. Anna terelgeti a hallgatókat, hogy van egy szándék, hogy kivel játszanának, és akkor Anna irányít, tudod, hogy meg azért senki ne érezze magát úgy, hogy nem játszanak vele, meg túl sokat játszik, tehát ilyen finom terelés van. Mondtam, miután én mondtam neki, hogy nekem mindegy, igen, mert még nem választottam. Anna itt a nagy puppet master, ő irányítja ilyen háttérből a dolgokat. Kivel szeretné játszani, és miért pont Janival, kérdezi Anna. Jó? Igen, oké. Na, indíthatjuk az órát akkor? Indítsátok. Na, elindítjuk, jó? Legyetek ügyesek mind a ketten, csatázzatok, hadd igyam meg nyugodtan a kávémat, lehetőleg töltsétek ki az 1 percet, jó? Nem ám bedurrantál itt valamit 20 másodperc után, mert harapnék a kalácsomból is. Úgyhogy 3-2-1, és hajrá! Szóval le akarsz támadni, Máté? Itt vagy, Jani? Persze, persze, itt vagy. Sajtból van a hold? Szereted ezt a számot? Szeretem. Akarsz veszteni? Hát más terveim vannak. A győzelemnek jobban örülnék. Mi volt a neve Mátyás király seregének? Barna sereg. Milyen színű a hó? Piszkos szürke. Milyen színű volt a feleséged esküvői ruhája? Kék. Feri megházasodott már? Feri? Igen. Hát van! De jó vagy, Jani! Édes úristenem! Pedig rég élveztem játékot ennyire, mint ezt. Ez jó volt. És még a felér. És még a felérnél se tartottunk. Én pont ott voltam, hogy még 4 ilyen kérdés, és neki szaladok a rácsnak itt az ablakon. Én Sopronba szaladok. Én ittam a kávédat, haraptam volna a karácsomba, és ilyen moroton hangon jöttek a kérdések, úristen, most leöntöm magam benyával, és aztán a zsült is, és meggyújtom magunkat. Azt a mindenit. De jó technika, csak féltem, hogy bele fogsz futni egy kis visszakérdezésbe. És na, és kezdjük előről. Aha. Még fölírtál még 40 kérdést, ilyet? Nem, még van 8 kérdés. Na, ez olyan volt, mint egy boxmeccs, mentél előre, egy brutális sorozás, egy pillanatra leengedted a kezed, és akkor a hátsó kezesbe szaladtál bele, hogy így most még így veszik ki a nyelvedet a szádból, fehér kesztyűvel legyeznek, és nem tudják, hogy mi van. És tőlem meg csak a totális agyatlan, értelmetlen barosságok jöttek. Én ilyen Prince Nassem Hamed voltam, a lehetetlen szögekből ütöttem vissza, és hajolgattam. Te vártad a visszatámadás lehetőségét. Barna sereg. Esküvőről kék, Mátyás király barna, hó, tiszta szürke, igen. Érdekes játék volt. Én mindent szeretek, ami kicsit váratlan és szokatlan, úgyhogy én bírtam. Más volt, mint a megszokott játékok, de hát ez ezért jó. Máté. Az a baj, ezzel minden ötletemet ki is lőttem. Igen? Kérdések még vannak, de más ötletem nincs, amivel meg tudnálak vetni titeket. Na jó, van, ez van. Nem volt rossz. A technika megvan, stílus van. Igen. Címpi nyomtad. Nem túl hatékony, de címpi nyomtad. Majd. Máté, de mi 20 másodperc azért eltelt. De az is, még több is. Fél, vagy 25-öt még bírsz, és megvagy. De 25-tel előtte még nem mondtam ki a tiltott szavakat, úgyhogy benne vagyok az 1 percben. Figyelj, hidd el, jó vagy, ne győzködj magad, jó vagy. Így van, jó vagy, nagyon jó vagy, nagyon szimpatikus vagy, csak nem adunk ajándékcsomagot, de minden más, az abszolút stimmel. Na? Jól van, köszi a lehetőséget. Ha Sopronba járunk, megyünk fogat ellenőrizni, bár nem fog orvosan fogtechnikus. Igen, tudom. De először nézd meg te, hogy aztán mennyibe kerül, ne tudjon átvágni a fogorvos. Csak léci, ne állj bosszút az elveszett játékért, jó? De majd fekete fogakat csinálok, mert a fehér az tiltott, bár a fekete is. Igen. Köszi, ciao. Hello. Sziasztok. Hello. Na gyerekek, szépítettünk. 2-1. Szépítettünk, jól állunk. Jól játszott Máté, stílusosan. A versenyek általában ők szokták kapni a külön díjakat. Igen. És a zsűri különdi. Igen. Ami tulajdonképpen vagyunk be, semmire nem jó. Semmire nem elég. 3 perc, pontosan 7 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt 8 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon egy pitbull után. Egy jó kis pitbull után. És nézzük az SMS-eket, mert a legfontosabbak nekünk, hallgatóink, hogy mit írnak, mi a helyzet az utakon. Szerintem nyugi van, remélem kevesen dolgoznak, sokan vannak, Szabin, úgyhogy nincs nagy baj. Jön a jó idő hétvégére, ami még fontos, hogy 35 fok lesz, és egészen marad ez, ha jól láttam, jövő hét keddig, szerdáig, néztétek? Nem. Ebből az mindig kérdezi, hogy akkor nem. Mindig csak az adott hetet nézem. Helyes, nem kell nagyon előre gondolkodni. Csak hát jövő héten Szabin vagyunk, aztán most gondoltam meg, mi ránézünk, hogy mégiscsak belenyúlunk egy ilyen 16 fok szakadó eső, költszitálás, ónos esőbe, mert ugye senki nem megy most nagyon külföldre, illetve csak rövid időre, de hogy mi lesz a jövő héten, gyerekek. Félek, hogyha ezen a héten kánikula van, akkor utána mindig megvan a böjtje. Nem volt hétfőked, az nem volt még kánikula tegnap, úgyhogy most elindul, akkor az jó lesz még jövő héten is. Na, egyelőre azt írja, hogy egy hétig marad. Egy hétig marad ez a meleg, úgyhogy jó időnk lesz a jövő héten. Erre a zenére vesztettem el a szüzességem. Egy fiú a múltból küldte nek. Ez mikori dal? Mert 2014-es, akkor nem olyan múlt. Én nem emlékszem. Jó régebbi, nyilván. Én nem emlékszem, mire vesztettem el. Arra sem emlékszem, hogy kivel. Csak arra, hogy nagyon fájjál. Tulajdonképpen semmire nem emlékszem, igen, csak másnap. És hogy Szandi szám volt. Szandi számban volt, és ott volt a fenyő is, és egy szörnyű dolog történnek. M1-es 51-es kilométer Győr felé kis terrautó záróban óvatosan Sziszó küldte nekünk. Aztán Tiszaújvárosnál a TVK-nál a vasúti átjárónál közlekedőket ellenőrzik, ez Gyuszkó üzente, és Budai alsó rakpart járható, tiszta, de esik az eső. Ezt mondjuk én nehezen tudom elhinni. Locsoló autó lesz az. Locsoló autó ez még hét előtt jött néhány perccel, ezt nehezebben tudom elhinni. Ha csak egy sávba esett, az locsoló autó. Igen, ne higgyetek el mindent, amit láttok, legyetek szkeptikusak, kérdezzetek, az valószínű nem. Nem eső volt. Egy nagyon rövid és nem megválaszolható kérdés. Mindennek örül lehet, amikor nem nekem kell beszélni. Figyeljetek, csak az van, hogy amikor így jön a szerda, akkor tudjátok, változik az üzemanyag. Azt se értjük, hogy miért szerdán, de valami oka ennek van, és ezek párhuzamosan mennek általában a benzin meg a gázolaj. Igen. Mert hogyha én jól tudom, ez ugye mind a kettő ugyanabból van, kőolajból. Ugye a benzin is meg a gázolaj is. Na most az van, hogy a benzin föl, a gázolaj meg le. Hogy ez mitől van? Ha valaki megírja a hallgatók közül, akkor én nagyon-nagyon örülnék. Mert általában ez ugye mindig párhuzamosan megy. Emelik a gázolaj 3 forint, benzin 2 forinttal emelik. Ma úgy csinálták, hogy a benzint emelték, és a gázolajt meg levitték. És most például már úgy van, hogy azt hiszem 3,90 valamennyi a benzin, és 3,70 a gázolaj. Tehát visszajött a gázolaj, olcsóbb lett? Igen. Tényleg? Ja. És hát, nem egyik föl, másik le, hogy ott a gyártási eljárásban lehet valami, vagy nem? Ja, igen, nem ugyanaz a gyártási eljárás. Nem, így van. Az biztos, hogy tehát az ára nem azért drágább vagy olcsóbb a gázolajnak, mert drágábban vagy olcsóbban állítják elő, hanem mert nagyobb rá az igény. Tehát többet vesznek, akkor... Tehát többet vesznek, hiszen a hatalmas nagy hajógépek, nem tudom mit... Traktorok. Tehát minden gázolajra megy, tehát maga a gázolajnak a felvett mennyisége az jóval több, és ezért lett ugye évek alatt, hát jóval olcsóbb volt mindig a dízel. Bizony. Aztán évek alatt följött a benzinnek az árára, aztán ugye már le is hagyta. Most éppen megint visszaesett. De hogy sokkal több gázolaj kell, mint amennyi sima benzin, ezért lett drágább. De hogy mi a különbség a kettő között, vagy hogy miért esik a másik, miért nő, azt nem tudom, ráadásul ugye megállapodtak az iráni atomprogramról, és tegnap előtt már beszakadt a kőolaj világpiaci ára, a Brent is, meg a VT is, meg minden brutálisat csökken. Tehát lehet, hogy mi lassabban reagálunk rá, és most még emelkedik, aztán majd kell, hogy jöjjön csökkenés, mert az iráni atomprogram miatt ugye feloldották az embargót, ami azt jelenti, hogy brutális mennyiségű kőolajat árasztanak majd a piacra, mert hogy Irán is beléphetett ugye a kőolajpiacra, ami eddig tiltva volt. És hát ez ugye eleve nagyon nagy készletek vannak, ez még jobban lenyomja most az árát, hiszen rengeteg készlet áll feldolgozatlanul, használatlanul. Akik eddig kiabáltak, hogy mindjárt vége a fosszilis üzemanyagoknak, azok most azt mondták, hogy basszus irányban van. Olyan szinten padlón van a kőolaj világpiaci ára, hogy itt pillanatokon belül újra nagyon olcsó lesz a benzin, vagy olcsónak kell lenni. Márpedig mi követjük a trendeket, ami a világban zajlik, úgyhogy hamarosan benzinárcsökkenésnek kell jönnie, mert tegnap ilyen 2%-ot csökkent a Brent is, meg a VT is. Akkor most ne fektessek hordókba? De most fektessél igazán. De most olcsó. Hát most fektessél, mindig akkor kell venni, amikor valami lent van. Azt mondják, hogy még 2016-ra a piac telített lesz, de 2016 második felére már azért lehet, hogy egy 30-40%-ot emelkedik, és vissza mondjuk a 60-70-re a VT meg a Brent hordonként. Ami azt jelenti, hogyha 40 ér megveszed, vagy 45 ér, és fölmegy azért egy 30-40%-ot, az nem rossz befektetés. De most érdemes venni. Jó, de most van olaj, ugye? Kőolaj, tehát azért olcsó. Van két ilyen. Túl sok is van most. Túl sok van. A világpiacon túl sok van. Érdemes kérek betáraznod, de én beszélnék a Gyuri bácsiakkal a helyetbe, hogy a kerdülöt kiasíthassál egy részt, bepakolhassál egy pár hordót. De két ilyen 10 literes régi boroskannám van, azt meg most azon sokat nem keresel. Tehát az 20 liter, azt most megtöltöm, és mit élünk 10 év múlva, amikor megint fogynak a készletek, akkor piacra dobom. Igen, nem doblik meg. Na, ugye? Azért a betárazása azt jelenti, hogyha betárazol, akkor úgy megérkeznek egy ifával, és lepakolják a kertedbe a hordókat. Ezt ne kezdjük el, mert én ezt a múltkor se értettem. Tehát papírt veszel, de nem olajat, konkrét olajat veszel, hanem olajat veszel, de papírt, tehát nyersanyagot veszel meg papíron, neked papíron lesz különböző befektetési egy, mit tudom én, minek a formájában, tehát ne képzelj el ilyen egy félgallonos hordókat. Feri, hova tegyük a Brentet és a VT-t? És lerakják a velencei nyaraló elé. Jó, és akkor a kertedet. Ha nekem papíron van róla, hol van az én Brentem? Érted? Hol? Aha. Tehát ki tudja azt garantálni, hogy nekem van Brentem? Vagy milyen? A papírot garantálja. Tehát a papírt veszed bármikor. Fú, ezt beveszed, ezt az egészet. Állítólag működik, nem tudom. Úgy etetnek. Állítólag működik. Na mindegy, ha akarsz venni, most vegyél. Most vegyél. És egyébként, hogyha járkálsz szerte az országon, már pedig de nagyon sokat járkálsz, akkor mindig látsz így ilyen kirakott, hogy hívják a régi fűtőolajtároló ilyen tartályokat, eladók. Nekünk volt. Eladók, ki van rakva, ott rozsdálik már, hogy hívják 10-15 éve, de abba azért bele lehet rakni egy pár 100 vagy akár 1000 litert is. Egy jó 5000 litereset veszek. Az jó lesz. Azon jó lesz. Na mindegy, ezen hallottam a híreket, hogy az egyik megy föl, másik le. Hát mondom, az alapanyag ugyanaz, annak megy le az ára, akkor mind a kettőnek lefelé kéne menni. Jó kérdés, ezt így ebben a formában tényleg nem tudom, megválaszolni. Egy okos hallgató, aki az olajiparban tevékenykedik, és megírja. Igen. Na, azt mondja, erősítse meg még két hallgató, hogy a 11. kerületben esik az eső. Roberto küldte nekünk. Jó, ketten. Nem ti. Jó, most te és te. Jó, írjatok, köszönöm. Igen. De meg a piros autósnak mondtad, Jani? A piros autósnak, jó, igen. Azért, jó. A piros írjon? A piros autós írjon most, igen, a 11-ből. Na. Hogy milyen idő van ott arra felé? Így van, megdumáltuk. Na. Na, ugye itt a nyár, és mindenki elmegy nyaralni, aki teheti külföldre megy, aki teheti belföldre megy, reméljük, hogy minél többen eljutottatok már nyaralni. Vagy eljutok majd a következő 1-1,5 hónapban. És nagyon sok internetes oldal foglalkozik azzal, hogy összehasonlítja az árakat, leginkább ugye a Balaton partján, és szerintem mindenkinek van tapasztalata arról, hogy hol történt a legnagyobb szemtelen lehúzás, hol volt a legdrágább és irreálisan drága egy lángos, egy hamburger, mi, hol, mennyibe kerül. Egy internetes portál összeszedte egyébként, hogy mennyi mindenre kell költeni, ha mi elmegyünk nyaralni, és hogy mennyire nem olcsó ma már akár belföldön nyaralni sem, mert hogy mire bemész és megveszed a strandbelépőt, apuka eszik, anyuka eszik, gyerekek esznek, nem csináltál semmit, és naponta nem tudom hány 10 000 forint megy el arra, hogy tudjatok létezni. Mindenféle túlzás nélkül írták ezt le egyébként, de hát az biztos azért, hogy találkozunk néha szemtelenül drága dolgokkal, úgy, hogy nincs rá magyarázat, hogy egy bizonyos dolog miért kerül ennyibe vagy annyiba. És sokszor érezheti ezt az ember átvágásnak, sokszor érezheti lehúzásnak. Minden esetre sokszor nincs más választásod, mint hogy mondjuk megvedd, ha nem akarsz éhalni, ha nem akarsz szomjalni. Most nem a 2000 forintos vízipisztolyról beszélek, bár ugye az is tud szemtelen lenni. Tud fájni azért, mert a gyerek kiabál érte. Jaja. És nem akarja azt megenni, amit viszel magaddal a hűtőtáskában. Szendvicseztél, tehát reggel megkented, kivitted, és a gyerek lángost akar enni, ami egyébként érthető a részéről, mert nem ugyanaz a feeling, mert hiába csinálja meg az anyósod vagy a feleséged a világ legjobb palacsintáját, és hiába tudod, hogy annál csak rosszabbat kaphatsz, bármelyik büfébe is mész be, nem fogsz kivinni a partra, mert nincs meg az a feeling, mert azt kell nekem például a Balaton, az, hogy elmegyek, lángosozok, palacsintázok, meg iszok valami, hogy hívják, cipőt, ásványvíz, jó, előtte, utána vár természetesen. És szigorúan nincs vízben fürdés, és nincs vízre, nincs trangba bemenni, és tehát neked a Balaton igazából nem kell a Balaton, neked a lángocs kell, meg az üdítő, mert mindegy, hogy ott van a Balaton. Árnyék legyen még. Strandon nem mész, vízben nem mész, fürdeni nem fürdesz. Nem örülök, ha bardul a lábam, úgyhogy nem fogunk napozni. A rómaira is kimehetnél hekket tenni, meg lángost tenni. Régen a hekk is, tehát hogy ezek is tök alapvető dolgok voltak, de hát ezeket nem viszed el magaddal, tehát nem mész ki úgy egy hűtőtáska, hogy van benne 30 darab palacsinta, még nem megkent állapotban, és akkor viszel magadon néhány üveg gyümölcsízt, meg hogy hívják ott kristálycukrot, kakaóport, és akkor összekeverés és odaadod a gyereknek, még akkor sem, hogy ez tényleg jobb lenne. Szóval kell az, hogy kimenjél ott kajáját. Na most a cikk érdekes, mert ők azt mondták, hogy nyilatkoztak azok, akik ott dolgoznak a Balatonon, és azt mondták, hogy szörnyű a helyzet, mert hogy mindent, semmit nem vesznek az emberek, mert mindent hoznak magukkal, tehát megveszik a tetyóban, vagy bárhol, és kiviszik a partra, tehát nem vesznek ételt, nem vesznek italt, egy hűtőtáskában megérkeznek. Míg közben azok, akik elmennek a Balatonpartra, azt mondják, hogy szemtelenül drága dolgokkal találkoznak, és igenis nem lehet, hogy x ezer forint egy hamburger, nem lehet, hogy ennyibe kerül egy lángos, nem lehet, hogy 2500 forint egy műanyag vízipisztoly. Tehát elindult, ugye, a kereslet kínálat felborulása. Egyrészt a magyar ember próbál mindent bevinni a strandra. Szerintem egyébként érthető okokból. Abszolút. Mert egy csomó pénzt meg tud sporolni. Kettő, ugye, a strandon dolgozók pedig siránkoznak, hogy nincs költés, mert mindenki mindent saját magával visz, és próbál spórolni a parton. És valahol az egyik a másiknak a függvénye, mert ugye az emberek nem vesznek, hanem beviszik magukkal a kaját, ezért a büfés, akinek ugye meg kell keresnie mondjuk egy szezon alatt az éves bevételt, az fel fogja emelni az árakat, mert megpróbálja a kevesebben behozni ugyanazt a pénzt, amit egyébként a nagyszámok törvénye alapján a több eladott palacsintával korábban megkeresett. Tehát, hogyha az emberek vennének, akkor valószínűleg olcsóbb is lenne. Akkor nem az lenne, hogy akkor, akkor megmaradnak az árak, amiket úgy számoltam, mint hogy mondjuk 1100-as lángos azért, én láttam 1100-es lángos, sajtos tejfölöset, azért egy kicsit én összeugrott a gyomrom nekem. Balatonpart? Balatonpart, Füred, egész pontosan. Elmondom. Füred azért nagyon felkapott hely. Akkor se legyen 1100 a lángos. Hát most annak a bekerülési költsége, én tudom nagyon jó, hogy erre kell a bérleti díjat, neked be kell számolni az alkalmazottat, a rezsit, az akármicsodát, akkor sincs 1100. De mi hozták ki porcelán étkészleten, amit megtarthattál? Nem, mesztelen lányok hasán mondjuk, az már úgy izgatott, de akkor sem. Úgy addig érte. Összehasonlították a déli partot az északi parttal, és azt mondták, hogy az északi part egyébként drágább, bár nem reprezentatív az árkörképük, de a déli part sokkal olcsóbbnak tűnt, mint az északi part. Tehát, hogyha te Füreden 1001-re veszed a lángos, az Siófokon lehet, hogy csak 600. Aha. Egyébként. Na most, ugye pont most olvasom, hogy a Sandon valamelyik taxis áthúzta egy fekete szikszalaggal a fix kilométerdíjat, és mást írt fölé. De finoman ők azért élt a lehetőséggel, aha, hogy milyen elegáns módon. Milyen elegáns módon, igen, fekete szikszalaggal kihúzta, hogy a kilométerenként 400 forint, és fölé írta, hogy itt a 600 vagy 800. Hát most volt fönt az interneten, a fesztiválon fekete szikszalag, árváltoztatás, ja, és fölírta. Nagyon szemtelen. Ez nagyon szemtelen. Mert ugye ittas vagy, hajnal van, aha, ha ki fogod fizetni. Úgyis a 6-ot is, meg a 800-at is kifizeted, mert haza akarsz menni. De hát nekik nem fix tarifájuk van. Dehogy nem fix tarifa, fix várakozás, abszolút, fekete szikszalag, internet sportál, le is hozta a fotót. Ott óriási. Tehát ezt így lehozták. És akkor arra kérjük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan szemtelen árakat, amit nem tudtak megemészteni, hogy hol, ki, mivel találkozott, amit tényleg vállalhatatlanul soknak tűnt, mint például az 1100 forintos lángos. Arra hát bármit teszel, az nem jön ki. Persze, tehát az a világ legjobb palacsintáját sem fizetsz ki 1100 forintot. Vagy mi lángosért, bocsánat. Hát valamit nagyon kellett, hogy tudjon, de nem tudta. Én az ilyen aprókat szeretem, az ilyen apró átveréseket. 400, pont tegnap láttam, az egyik velencei, vagy nem balatoni büfénél 400 forint a sima lángos. Ha sajtosat kérsz, az 500, várjál, 400, de, igen. De az is durva, basszus. Mindegy, 500, ha sajtosat kérsz, ha tejfölöset kérsz, az is 500, ha sajtos tejfölöset, az 7. Nem 6, mert ugye annyira kéne lenni, tehát 4 az alap, 101 feltét, akkor az 600-nak kéne lenni, és 7. És így néztem, hogy gyerekek, hát most ez, hogy miért? Kétszer annyi meló van vele, vagy mi? Nem is tudom egyébként, hogyha elmegy az ember, akkor így nem igazán tud spórolni. Tehát, hogy a nyaralás az ugye pont nem tud arról szólni. mondjuk nem ülsz be egy olyan taxiba, ahol mondjuk szikszalaggal elétesznek még egy kis szikszalagot, és a kilométer picit áthúzzák úgy, hogy nem 280, hanem 1280, tehát azért van benne ráció. Ugye úgy csinálta meg, hogy a viteldíj, nem tudom, alapdíj, várakozás 400 kilométer, 280 per kilométer. De várj, és az órát is átállítottam, mert ott ugye az órának van egy tehát, hogy ő... Hát az abba is belenyúlt. És ő belerakott egy egyest elé. Tehát ő azt mondta, hogy 280 forint per kilométer, és fekete szikszalagból fúzott egy egyest. Az a 280-nál, és 1280 lett a kilométer. Az még nem kis emelés. Az szemtelen. Szemtelen egy picit. Az szemtelen emelés. És így csinálta meg. Hát ő volt a szándos. A szándos drága taxis, igen. Külföldinek az is jó, tudod, a magyar azért valószínűleg nem ül bele. Igen, hát ő mondjuk ilyen nagy menő, ő már az a kategória, aki azért elég bőven fölöztel a tejet. Én nekem a legpitiánerebb, amivel találkoztam, az volt, amikor azon próbáltak meg spórolni, hogy nem volt kirakva a lángososnál a fokhagymás pác. Amikor a pult alól, és akkor mondom, a fokhagymás nincs erre? Ja, le van. Mennyit rakhatunk rá? Egyébként? Nem, hát szerintem, mert gyorsan fogy. A fokhagymásról nem volt kirakva, hanem be volt rakva a pult alá. Felvizezi a tejfölt. Igen. Ez ugyanaz, amikor látod, hogy ilyen vizes tejföl van rajta. Egyébként nyilván sokat javult szerintem a helyzet azért már Balatonon, tehát régen volt ez a nagyon drága, nagyon nagy lehúzás, azért most már ezt az ember kevésbé tapasztalja, hogy tényleg elmész Horvátországba és olcsóbban jössz ki, azért ez már régen nem így van. De hát ugye a családon belül is azért lehet konfliktus forrás, hogy apa meg akarja venni ezt, anya nem akarja megvenni ezt. A gyerekeknek mikor mondasz nemet, és mikor nem veszel meg valamit. Az egyik gyerek akarja a 600 forintos vízipisztolyt, amit 10 perccel később már 1200-ért látsz valahol. Ugye hát ez pont elmesélhetett, ugyanaz a vízipisztoly 1000, aztán 2000, vagy 600 és 3000, tehát hogy vannak a járkülönbségek. Hogy jó esetben nem ugyanannak a kereskedőnek a két boltjáról van szó. Pedig ha lenne ez, akkor így csinálna. Egyébként igen, ezt a múltkor megbeszéltük. Szóval írjátok meg nekünk, hogy mi az, amit tudtok spórolni, nem tudtok, min megy a veszekedés, mi az, amit apa akar, anya akar, mi az, amit a gyerekek akarnak, egyáltalán hogy megy nálatok a nyaralás, ki hogyan próbál egy kicsit spórolni, illetve ki milyen árakkal találkozott. Én idén még nem jutottam le Balatonra, nem tudok az árakról semmit. Hogy milyen radikális horror, mindig északi partosak vagyunk, de szerintem radikális emelés nincs, inkább az a baj, ugye, hogy nincs pénz az embereknél. Tehát, hogy egyébként ugye én a kereskedő részét megértem, vagy az üzlet részét, hogy ki kell fizessed az alkalmazottat, tehát ez mindig rakódik egy csomó pénz. Az lenne a jó nyilván, hogyha az emberek meg tudnák venni az 1000 forintos lángost, mert abból jobban fog majd fizetni az alkalmazottjának. Az jó, ember, de minden háziasszony, meg lehet. Ahogy te is mondtad, minden háziasszony tudja, hogy a lángos az nem annyiból jön ki, hanem annak a töredékéből, tehát hogy így ne. Arról meg nem beszélve, hogy azért ezek a balatoni palacsinta azért ez egy ilyen jellegzetesen egyszerűbben elkészített igen, palacsinta. Igen, vízezett, és át lehet rajta látni. De most számoljunk egyet, sokkal nem fáj. Nézzük meg, hogy mennyibe kerül mondjuk egy 4 fős családnak egy nap. Elmész mondjuk strandra, ugye Szabadstrand már nagyon kevés van, nincs kedved, de azért rendezett körülmények között mondjuk elmész strandra. Egy napot eltöltünk, számoljunk egy nappal. Egyébként brutál pénz, ha azt gondolod, hogy 7 napra mentek, szállás, strand, kaja. Bizony. Figyelj, hát ezek 1500-ös belépőt. 1500-ös belépő azt szerintem egy átlagos. Egy egész család? Nem, egy ember 1500. Mondjuk a gyerekekre akkor legyen a fele, az azt jelenti, hogy 3000 a két felnőtt, akkor mondjuk 5000 a belépő. 5000-ből vagy bent a strandon. Ugye? 4 fő, reális, körülbelül igen. Ilyen ára, egy füredi strandon lehetnek ilyen árak, igen. 6-800 a gyereknek, 1000-1200 simán a felnőttnek. Simán 1500. Igen, mondjuk számoljuk, hogy ben vagytok 5000-ből. 5000-ből ben vagy. Mindenki, apa akar inni a nap folyamán 2 sört. 2 sör. Mondjuk az egy 1000-es minimumos strandon. Anya... Beiszik 4-et. Nem, de ne legyen. Apa nem alkesz, csak sörözik. Ne legyen egyből alkoholista. Ez egy 4,5 liter sör, azt a tűző napon bevágja, akkor ott már... Papogtok, én még nem is ettem. Ne ittál 5 sört, ja? Igen, neki a sör az ebéd. Mondjuk számoljunk egy ebéddel egyben. Vagy kiszámolod, hogy heg, palacsinta, lángos külön, számoljunk egy ebédet, azért 4-en vagytok. Legyünk szolidak, egyenek csak 4 lángost. Verjenek be 4 lángost. 4 lángost, az mondjuk darabja 500. Igen, az minimum, 2000. Az 2000. Iszol hozzá valamit, az darabja 400 mondjuk, egy kóla, egy fél literes jegestea, stb. Ez a Balaton is 4-500 simán van. Az a 2000-ért iszol, tehát 6000-ért mondjuk kajáltál. Ben vagy már 5000-ből, tehát 11-12 ezernél tartasz egy körkajával plusz belépővel. Így van. Elmész 7 napra, Az nagyjából durván még délután is eszel valamit, az durván 100 000 forint, és akkor már nem csináltál semmit. Semmi mást, így van. Nem és mentél este még... sehova, nincs benzin, nem kirándultál, sem, csak bent vagy a strandon, és sőt, ne dögöljél éhen, ne dögöljél szomjan, eszel. Sőt, tovább megyek, akkor még nem használtál olyan dolgokat. Most ott nálunk Velencén is van egy ilyen fölfújt nagy vízivár. Biztos láttatok már ilyet, igen, hogy fönt van a víz tetején, és akkor rááll az egyik gyerek, másik ugrál rajta, földobja, marha jó. Annak van ám használati díja. Tehát nem elég, hogy bemész a strandra a belépővel, ha te arra rá akarsz menni, erre a kis felfújt vízi szerkezetre, az külön pénz. És mit mondasz a gyerekednek, aki látja, hogy ugrál még ott 50 semmi gyerek? Sivalkodnak, örülnek, boldogok. Ó, de drágám, nézd csak már ezt is! Nézd már nézd, hát vége van, na gyere, gyere, kapsz egy nem tudom, Donald Drágot. Le gyere, menjünk tollashozni. Igen, de az már opcionális. Tehát igen, szerintem úgy érdemes számolni, igen, hogy persze várazás, meg ez, meg az, ott már keménynek kell lenni, és le kell beszélni a gyereket arról, hogy ez nincs. Aha. Tehát én most azt próbálom számolni, ami még nem tartozik a nagyon flancolás kategóriában. Az, hogy most bemenjél egy strandra és egyél valamit, hát azért az minden család megérdemelni, hogy a dolgozik egész évben, legalább ennyi járjon neki, hogy ezt ki tudja fizetni anélkül, hogy ráncolni kelljen a szemöldökét, nem? Ja. Ha most váraznak, ide mennek, oda mennek, 8 kalipót teszik a gyerek, meg nem tudom, hát az már egyen annyit az már sok. Meg hát kalkuláljuk bele, mondjuk, hogy én vagyok a faterotok. És na, akkor... Az meg a másik szörnyű világ lenne 40 fokban, abszúrásban várasétál. Nem! Vagy lángos, vagy palacsinta! Döntsétek el, jó? Te meg majd eszel az ennyiből, te meg majd iszol az ennyiből. Igen. Érted? Egyébként meg húzzunk bele, még 1,5 kilométer és fenn vagyunk. Apa, onnan látjuk a Balaton. Nem érdekel a Balaton, de legalább hagyd nézzük meg, ha már be nem mehetünk a vízbe. Értek? Megyünk kazamat a látogatás. Apa, vízbe akarok menni. Nem mindjárt nem lesz meleged. Leszünk már mindjárt a kazamatában, ott jó hűs. Nem lennék, hogy nem szívesen lennék. Én vízparton akarok dögleni, nem akarok várat nézni. Fagyiról pedig hoztam nektek. Na mit hoztál? Fagyiról pedig hoztam nektek fotót. Nézegessétek. Egyébként igen. Egyébként hát, igen. Van otthon kikavaros? Beszéltem egy hallgatóval, és mondott egy nagyon érdekeset, kovászos uborkáról. Hát ugye az semmi. Uborka, mi az uborka? Köszönjük. Tudjuk, mi az uborka, igen. 20 deka sincs, 580 forint, 2 darab uborka a Balatonnál. Na, emeljél csak az áron, Feri, alul számoltuk azt az ebédet. 2 darab uborka. Tegyél még a rángos, meg apa eszik egy hekket, tegyél még mellé egy uborkát gyorsan. Most ő uborka termelő, Zoli, tehát ő tőle veszik meg 120 forintért kilóját. Mondtad, semmi probléma nincs ezzel, csak hogy lesz 580 forint, 2 darab. Ez egy olyan hülye helyzet, mert nekik 3 hónap alatt kell megcsinálni a szezont. Nekem az a nyomorúságos egy hetem van, hogy lemenjek a családdal, ugye Balatonra, ő a szezonját akarja és a megélhetését. Abszolút, tehát hogyha persze nem minden uborkában az ő megélhetésüket kéne nézni, hanem mondjuk hosszabb szezon lenne, vagy nem lennének erre rákényszerülve. Tehát én nem gondolnám, hogy ők ezt azért csinálják, mert olyan nagyon le akarnak húzni. Csak engem nem érdekel, miért csinálják. Ez is így van. Hát hogy nem akarok megvenni 2 darab uborkát 600-ért. Persze. Hát igen, és vagyunk 3-an, és veszünk mondjuk 1800 forintért 4 darab uborkát. Aha. Ne egyél uborkát. Mit teszi a uborkát? Persze, lángos se, és palacsintát. Meg egyébként is. Tudod, miért van ez? Mert a uborka az a napérlelés. Nálunk pedig a megújuló energiát az állam nem támogatja annyira, mint a németek. Ezt ezért. Igen. Itt a kormányba. Jogos. Na, írjatok nekünk, jó? Most kifejezetten a balatoni árakkal foglalkozunk mi is, északi part, déli part. Mi volt a legarctalanabb dolog, amit láttatok? Hek, sült krumpli, 1 hamburger 3000, tényleg 4000 forintért 2 darab lángos fokhagyma nélkül, és... vicces konfliktus forrásokat is keresünk ugyanakkor, hogyha például ti egy család vagytok és úgy hallgattok bennünket, akkor apa, anya min próbál úgy spórolni, hogy veszekednek ki, hogy osztja be a strandon elfogyasztani valót, kinek miről kell lemondani, kinek mi nincs megengedve. Jó, ezt is írjátok meg nekünk, és hát tényleg szemtelen árakat is várunk. De azért azt tegyük hozzá, hogy ez nem általánosítás, tehát ez nem arról szól megint, hogy mi elvegyük mindenkinek a kedvét arról, hogy Balatonra menjen nyaralni, mert szerintem nagyon sokan. Korán sem. Sőt, mi Balatonpártiak vagyunk. És gyakorlatilag a téma is onnan jött, hogy mi a jövő héttel szeretnénk menni a családdal 1-2 napra. Legyenek üresek a strandok. Milyen strand? Úgysem egy strandra. A térképen, a Balaton térképen beszeretném jelölni kis halálfejekkel azokat a helyeket, ahol nem fogok palacsintát venni, és kizárásos alapon majd a többi helyen veszünk. Igen. Úgyhogy küldjetek el nekünk, jó? Hogy ki mivel találkozott. Már 7:52, jövünk Ákos hírei után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 1 perc múlva lesz 3:48. a balatoni hackmafia elragadta. Balázs, igen. Nem, gyakorlatilag továbbra is ugye azzal küzd, hogy megszüntesse azt a kis zúgást a fülében, ami tegnap óta ott tartózkodik, de még egyelőre nem sikerült neki. Most viszont visszatért. És nem tudom, hogy nem hoztam be a telefonomat, vagy elhagytam a telefonomat. Nem még nálad ma reggel. Nem láttátok? Nem. És én láttam? Azt nem láttuk, hogy te láttad, de hallasz? Lehet, hogy a kocsiban hagytam. Simán lehet. Na, mert egyből bementem a mosdóba, mikor megjöttem, de ott már nincs. Aha. Hát, akkor... Na, ha ma most eltűnt a telefonom, akkor gyerek, egy dzsihád van. És ha otthon beindulok. Nem, biztos, hogy nem, mert még az autóban még nyomogattam. Akkor kocsi. Meg lesz az. Csörögjünk rá. Mire? A telefonodra. Hogy hol van? Hát ha fölveszi, szia a telefonom, hol vagy? Szia kis gazdám, itt vagyok a kocsiban. Fel van hangosítva, akkor lehet, hogy a hangját hallhatjuk. Nem, nincs itt a stúdióban, úgyhogy nem tudunk rá csörögni. De mehet végig valaki a folyosón és meghallhatja ott, ahol letetted. Hogy ott sétál? De miért fölveszi? Fölveszi magát? De most... Ezt direkt csináljátok, ugye? Szia kis gazdám, hol már nagyon hiányoztál kis gazdám? De a hangot azért csak hallja, hogy merre van, és akkor a hang alapján majd arra megy az ember, aki hívta. De a telefon nem tudja fölvenni saját magát. Hát. De nem, de csak... Le vagyok halkítva. Na ennyi. Na, igazából ezt már megkérdeztem 6 mondattal ezelőtt, felhangosítva, nincs felhangosítva. Nincs, mindig le van halkítva. Na, déli part, északi part, arról beszélgettünk, hogy mennyibe kerül egy családnak, ha teljesen reálisan elmegy nyaralni úgy, hogy nincsenek irreális költések, nem vesznek meg minden hülyeséget a gyereknek, nem állnak meg minden műanyag vízipisztolynál 3000 forintért, nem dobnak minden automatába, ez a golyós automata, mindig 100 forintot, mert egy kisgyerek golyót akar. Zsákba macska automata, apa. Igen. Aha, ott csak... is marad. Aha, egyszer csak elmegyünk belföldön nyaralni, és még egyszer mondom, tehát a felháborodott balatoni árusok ne rohamozzák meg az Üllőitú stúdiót. Mi mindig elmondjuk, hogy nem általánosítunk, és vannak korrekt árusok. Szerintem már azért régen nem olyan rossz a helyzet, mint sok-sok évvel ezelőtt, amikor tényleg irreális árak voltak, és mindenki inkább elment külföldre. A Balaton jó, a Balaton most már hosszú ideje újra divatba jött, szeretik az emberek, de mégis találkozunk azért irreális lehúzásokkal, amikor nem érted, hogy tényleg egy brassói mi kerül 3002-be, úgyhogy egyébként elhetetlen a dolog. És hál' Istennek van szakértők is a témában, mert gyakorlatilag Feri minden tud a lehúzásokról. Abszolút, sőt, csinálom is. Már gondolkodom egy jó balatoni hekkesen. Nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy hírek alatt van idő bőve beleírni, Keszthelyen lakunk, 2 gyerek van, parkolás 200 forint per óra vasárnap, és strandbelépő 1000 forint per fő, vízibicikli 2000 per óra, evés, hívás, fagyi, jégkása 1500-2005, míg beérsz a strandra, a gyerek valami szart úgyis megvetett a pavilonsori gagyi árusnál, minimum 1500 per gyerek. Mi ezt nyomjuk heti 3x-4-szer, annyi, hogy a strandbelépőt nem fizetjük, mert bérletünk van. Ez mind miattatok, turisták miatt van. Köszi, Peti. Kicsit lecseszed bennünket. Tehát Peti megvesz a gagyárusnál 1500 per gyerek, elmegy biciklizni, ami azért jegyezzük meg, erősen opcionális. Tehát attól még életben marad a gyerek is, meg te is, mert nem mész ki aznak a műanyag szarokkal ott hülyén tekerni a parttól 3 méterre, elütni az úszókat, de utálom. 2000 per óráért. A csúszdás vízibicikli az jó. Vízibicikli, delfines csúszdás. Szegénykém, hát a legnagyobb. A legnagyobb, igen. Almádiban voltunk 5-en klassz kempingben, első este kimentünk vacsizni egy élőzenés helyre, ami árában is jó volt, meg finom, és a választék színes volt, másnap a kempingben szerettünk volna elni. 2-szeres ár, unott, elcsigázott kiszolgálás, egy szocpolos 80-as évek berendezés és menü. Ittunk egy üdítőt, laza 3200-ért, és leléptünk, nekünk ez bosszantó volt ott. Aki magasabb kategóriában érzi magát, az szerintem prezentáljon olyan környezetet és menüt, nincs ezzel baj, Ancsi küldte nekünk. Pont ezt beszéltük a Janival a hírek alatt, hogy vannak dolgok, ami elsőre soknak tűnik, de aztán, ha megetted és jó volt, meg olyan a hely, meg kedvesek, akkor kicsit könnyebben fizetett ki, nem? Mondjuk egy kézműves hamburgerért 2000-et adsz, ha nagyon finom volt, akkor azt mondod, hogy hát gyerekek, egyszer vagyunk nyaralni, kifizettük, oké. Lehet, hogy egyébként 1000-ért veszel egy másik hamburgert, ami viszont rossz, akkor arra meg azt mondod, hogy rohadt drága, menjetek a francba. Persze, hát az a minimum, hogy a pénzedért, ha már az nem kevés, amit ott hagysz, akkor tényleg legyen jó minőségű. Pizza, 3 limonádé, 12000 forint. Ez Siófokon volt. Még egyszer, hogy miért fizet? Pizza és 3 limonádé, 12000 forint. Azért az combos, gyerekek. Egy nap 2 felnőtt, 1 gyerek szendvicset vittünk, strand, ebéd, fagyi, lángos, palacsinta és egy-egy üdítő, 40000. 2 gyerek? Hát ezek nagyon erős összegek, mondjuk. Az nagyon kemény. Hoppá! Jaj, ott valami más is volt már. Halló, orvos neki! Azt már nehogy kiszárodjon kell. Atyaisten. A 40 000-en látod? Aha. Nézd meg. Hát nem is csodálom. Zamárdi strandbüfé, 2 heg sült krumplival és egy hamburger 7500. Nagy heg lehetett. 7500. Igen, 2 heg sült krumpli és egy hamburger. 7500. Az. Tihanyi Rév. Egy idős Santiago nevű halász húzta hajnalban a partra azt a hekket. A maradékokat. Tihanyi Rév, 2 heg, 2 limonádé, 9008. Atya, úristen! Azt tudod, miért atya érdekes ez? Ne, ott ez a limonádénál nagyobb lehúzást éttermek a gyerekek, hogy 1200-re iszol egy ilyen citromos cukros vizet. A legnagyobb biznisz az éttermekben a kávé meg a limonádén. Tényleg, 1500-ért citromos meg bodzás limonádé. Megveszed a bodzaszörpöt, beleöntesz ennyit, fölöntöd vizet, belevágsz 2 kockát, 1500. Mekkora biznisz! Gyümölcs meg a menta, érted? Aha, a 2 fáradt citrom, meg a 2 narancskarika, meg egy kis menta. 1500-ért? Azért mekkora biznisz van a limonádén. Siófok szabad strandon 2009 forintért vettük a girosztálnak darabját, éhesek voltunk, megvettük, de 1000-1500-ért max bárhol eszel az országban. 2009-ért girosztál, azért az is szemtelen. A keszeg 2400 volt Füreden, soha többet, az uborkával ez már 3000. Azért kemény árak vannak. Hát ezek nagyon kemény durvák. Ezek nagyon durvák. Figyeljetek, vessétek meg érte, nem fogtok, mert ismertek meg azért többé kevésbé ugyanaz a korosztály, hogy engem például a szockos berendezés, meg a szockos fülünk egyáltalán nem zavar, sőt, én kifejezetten igénylem. Engem nem zavar, hogyha pörkölt szaga van a lambériának, meg hogyha bíróicás, meg patakjág és foszterekkel vannak kidekorálva a hely, vagy ilyesmi, de hogyha tényleg retro az a büfé, akkor legyenek valamilyen tekintetben retrok azok az árak is, érted? És hogy kapjam meg azt a minőségét, amit egyébként megszoktam, hogy tényleg, hogy ne ropit vegyek, meg ostyalapot vegyek lángos néven, meg hasonlók, meg hogy ne legyen lesütve előre mondjuk a palacsinta egész napra, mert hogy érted, reggel megcsináljuk, aztán majd csak elfogy estig valahogy. Szóval, hogy akkor legyen tényleg friss, legyen minőségű. Egyébként szerintem, hogyha egy kis málnaszörpöt iszol jó finom hideg szódával, jó, hát azzal sincsen semmi gond, de érted, az is ne bubi nélküli csapvíz legyen, meg hasonló. Hát ez már ízlés kérdése, hogy most valaki bubival vagy bubi nélkül, persze kérdés, hogy iszod, igen, de azért 5 heg 12 000, én Balatonon nem keresem a minőséget. Tehát egy balatoni kis árusnál én ott nem arra mész, hogy igazán házi bodzaszörpöt, házi málnát kapjál meg, nem tudom. Az a lényeg, hogy nagyjából ne legyen eláztatva a lángos olajjal, jó legyen a fokhagymaszóz, de hát azért a minőséget keresni ezeknél a kis bódéknál, hát egy brassóinál, meg egy strandon. Jó, de azért az még nem gurmankodás. Nem gurmankodás, persze, de hát azért... Hogy figyelj, 2 napja a piros lámpa alatt így fekvő hekket adják el, vagy akkor süti. Hát az nem mindegy. Ez alap legyen, nem tudod eldönteni, hogy most melegítik, vagy keltetik. Igen. Hát az a baradik még. Azt mondja, hogy büfében rántott hús 9 deka 470-et fizettem érte. Aztán 1 hete voltunk apukámmal Tihanyban dolgozni, 3 óra körül végeztük, így gondoltunk, viszünk haza igazi balatoni hekket. Kértünk 2 hekket, 2 adag sült krumplit, 2 üdítőt, meg amíg vártuk, egy kis darab kolbászt, ettünk 2 kanálnyi saslik félét, mikor kértük a számlát, közölték, hogy 11 000. Erre apukám mondta, hogy jó, de akkor most a mi számlánkat hozzák. A pincér ezután közölt, hogy elnézést, elkeverte a mi számlánkat, az 12 470. Kár volt szólni. Atya úristen, atya úristen. Na, hát ilyen árak vannak. Ilyen árak is vannak természetesen. Is. Egyébként az marha érdekes, hogy végignézek tényleg itt az SMS-eken, és így kapásból tudnék mondani 3 olyan éttermet, ami nagyon jó minőségű, nagyon udvariasak, és ezek alatt az árak alatt dolgoznak. És ezek büfé árak. Jó részt, amiket itt küldtek hallgatók, ezek nagyon durvák. Jó, néhányan írnak, hogy akkor ők nem is mennek, ne ezt tegyétek, hanem nézzetek szét. Tehát van olcsóbb, van jó minőségű. Meg ott a helyszínen is elmész, figyelj, 1 darab településen 45 darab halsütője van. Egyszer körbe kell. Az olvasni tudunk. Dinnye 200, melón 500. Hát a külföldinek, a turistának ugye 500 forintért. De látja a 2 árat egymás mellett, nem tűnik föl neki? Hát lehet, hogy az 200, melón 500, nagyon nagy. Igen, rákérdez, hogy a melóne az 500 ér az a tiéd, és mi a 100 forintos, megkérdezi a külföldi turista. Jaj, hát az a magyaroknak nem tudom, kukorica. Ó, de szép, és kikeresi a Google fordítóba, és látja, ugyan dinnye, ugyanaz melón, ugyanaz dinnye, 200 melón, 500, nagyon szép. Na jó, van, Oven bácsival játszunk, már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, hello, sziasztok! Hello, hello. Laci! Hello. Igen, pontosan. Honnan hívtál minket, Laci? Balatonlelle. Balatonlelléről mit csinálsz? Hát éppen dolgozunk. Dolgoztok? Mit dolgoztok? Víztisztítással, vízkezeléssel foglalkozunk. Az jól hangzik. Víztisztítás, vízkezelés. Nagyon jó. Na, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Beru néni, jó? Figyelj! Jó. Valahol mennek, hogy valamit csinálnak, így van. Figyelj, én mutatjuk, mit énekelnek. Rövid lesz. Istenem, derék, szomszédok! Mázlid vagy, ilyen könnyűt kaptál, szomszédok, így van. Nagyon jó. Az bizony, jó kis szomszédok, így van. Magyar televíziós filmszorozat 90-es évek elején. Ezen nőttünk fel végül is valamilyen szinten. Meg is lett az eredménye. Így van, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Egyetlen egy mondatot, ha még lehetne, hogy a Cseri mondta körülbelül 10 perccel ezelőtt, hogy keres egy jó kis hekre rá van izgulva. Ajánlom neki Balatonlelle vasútállomás mögött a szedeles falsütő. Aná, igen, ismerjük. Ismerjük, akkor szuper. Igen. Nagyon jó. Én keszeget, kárászt és süllőt fogyasztok. Én nem szeretem a hekket. Az a fej nélküli ízé, ronda az valójában. Jó, csak hát ez maradt meg bennem, hogy a követ 10 perc előtt ezt mondtad, vagy csak poénnak szántad. Igen. Laci, köszi a játékot, ciao. Én köszönöm szépen, ciao, sziasztok. Hello, hello. Igen, mint a balatoni hek, tudod. Na, amihez nincs köze a Balatonnak, az a hek. A két akkora ellenmondás. De jó, szálkamentes, meg végül is hal. Persze, jó, de hogy ami nincs a Balatonban, az a hek. Na, 5 perc, pontosan 8 óra, Ákos hírei után már itt is vagyunk újra. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra múlt pontosan 8 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és folytatjuk. Az előző órában a balatoni árakról beszélgettünk elrettentésképpen, hogy vannak szörnyűségek is. Ugye próbáltuk kiszámolni, hogy egy családnak körülbelül mennyibe kerül a nyaralása, ha elmegy mondjuk egy hétre. Hát ebből értelemszerűen ugye le kell vonni az itt tartózkodási árat, tehát nem az a reális, amit ott költesz, hanem ott költés minusz itt költés. Ja, igen, hogy itt közben nem költesz. Tehát, hogy itt... Aha. De igen, hogy itt közben nem költesz, tehát azt le kell vonni, de minden esetre így szörnyű. Szörnyű összegek jöttek ki, és kaptunk egy-két megdöbbentő SMS-t, hogy a Balatonon is milyen árak vannak. Nem Balaton ellenes megszólalás volt. Egyáltalán nem. Csak kíváncsiak voltunk szélsőségekre, hogy mégis ki, hol, milyen arcpirító árakat tapasztalt. Mi is imádjuk a magyar tengert, egyébként pedig tényleg ott van az internet, hogy az ember tudja egészen konkrétan, hogy hova fog menni, hova fog utazni, nem csak portyázik a Balaton környéken, hanem meg tudja nézni, hogy ott mik a legkellemesebb árak, meg árérték alapon hol érdemes bemenni. Ezért kívül egyébként annak is, hogy nyilván nem fogunk reklámot csinálni, de utána néztetek, idén is kijött például egy újság mellékleteként egy olyan kis összeállítás, ami a Balatonnál felelhető legjobb, teljesen egyértelmű a dolog. Tehát, hogy van egy lángos 400 ér, meg van egy lángos 350 érti, utaztok azért egy 20-25 rosszabbul jöttek ki benzinbe, de ott élt 10 forinttal olcsóbb az eltej, föl akarti, azt simán egy másfél-két órát ültök a 40 fokos autóban, nem? Meglegyen a 300 forintos spórolás a háromlángoson. De viccet félretért, tényleg erre, hogy picit odafigyel az ember, akkor azért meg lehet úszni, és hát szerintem a Balatont azt nem szabad kihagyni. Tehát, hogy tényleg imádnivaló hely, és pont beszélgetünk róla, hogy szegény Zolika, ugye V. Zolika megírta a Balaton himnuszát, ami örömmel jelezzük mindenki felé, aki látta, vagy aki nem látta, hogy 761.282 megtekintésnél tart, ez a nagyszerű kis nótácska, ha valaki esetleg még nem látta, az mindenképpen nézze meg, olyan nagy lenne, hogyha 1 millió fölé jutna, nem? Szenzációs lenne. Ha megnézi valaki újra, akkor azt megint számolja? Vagy ugyanarról a gépről nincs ilyen IP címes azonosítás? Olyanokat majd kérdezni, Feri, hogy... A zsűltérre néztem, te nyugodtan. Olyan kérdéseid vannak, hogy mindjárt fejük a YouTube-ot, megkérdezik tényleg fogával. Hogy az jár-e új megnézés? Szerintem az nem nézi ő IP cím alapján, nem? Tehát, hogyha te 10-szer megnézed, akkor az 10 megnézés. Nem? Vagy ő megjegyzi az IP címet, és az már szerintem ez irreálisnak tartanám. Azt mondja, Zsül, hogy nem. Vagy nem? Az, aki nem jegyzi meg. Nem? Vagy hívjuk fel a Flórt, amit Majkát vagy Kastatilit. Hogy hányszor kattintottak a saját klipjükre. Azért azt hosszú idő, mire 1 milliószor rákattintasz, hogy menjen, igen. Na, azt mondja, hogy nézzük a közlekedés híreket. Balaton Almádi, ja ez nem, akkor egy matrac felújítás pénteken 200, szombaton 400. Jó, hát ez még az előző témánkhoz jött, köszönjük szépen. A telefon megvan, köszi a kérdést. Forma 1-es játékra jelentkeztek már most sokan, jól teszitek, a 3-as ugrásban ugye Forma 1-es jegyeket lehet nyerni. Szigethalom hév átjára után 4-es kochalásztelek felé ráfutásos, ráadásul Bobó küldte nekünk. Aztán hatalmas dugó a 4-es karamból, most törték le a hév sorompóját is, aki tud kerüljön. Ez Sziget-Szent Miklósi gyártelepen hatalmas dugó 4-es karamból. Aztán azt nézem, hogy mi van még, kevesebb ma baleset, hál' Isten, viszont van egy-két trafink, az M3-ason a 110-es kilométerig jól lehet haladni, nincsen semmi, viszont a Máté Szalkai letérő előtt ott a Biotrafipax, mint mindig. Üdv egy F1 játékra váró hallgató. A 26-os főúton, Ózd belterületén szintén van egy trafi, ezt Rolkó küldte nekünk, aztán az M1-es 51-es kilométerénél Győr felé kisterautó az árokban, Sziszó üzente, hogy menjen mindenki óvatosan, és Budai alsó rakpart járható, tiszta, esik az eső. Roberto küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. De is, ha már ilyen flappánsan szóba hoztad, ugye a Forma 1-es játékunkat, 3-as ugrás ma is lesz, meg holnap is, meg holnap után is állójegyeket, illetve goltribünös jegyeket lehet nyerni a 30. Magyar Nagy Díjra. Bizonyám, csak úgy, mint tegnap, meg tegnap előtt. Picit nehezítettem rajta, hogy kérted. Na, tényleg? Így van, megcseréltem. A harmadikokat fölraktam elsőn. Aha, és akkor rögtön az elején elbukják, már nincs gond, ugye? Nem derül ki, hogy a vége a könnyebb. Nehezítettél? Aha, egy picit igen. Az jó, hát figyelj, kell egy kicsit. Az első azért az nagyon könnyű. Az nagyon könnyű volt. Na már megnézem a kérdést. Hát azért most se lett túlságosan nehéz. Mi ez a virtuális safety car? Én nem láttam ilyet, ez micsoda? Már nem a kérdésben van benne a virtuális safety car, csak az mi? Mi az, hogy bement a virtuális safety car? Ezt mondja már meg. Én egy éve nem láttam Forma 1-et, komolyan nem nézem. Unom. Oda vetítik eléjük, hogy baja legyen a... Igen, hogy mi a virtuális safety car? Ti sem vagytok nagy Forma 1 nézők, ezt mondjuk tudom. Nem, én most hallottam. Néha olyanokat tudsz kérdezni, te Balázs. Reálisabb azért, mint hogy a YouTube hánykatintás után fizet. Álljátok, hónapok óta bevezették a virtuális safety car-t. Hogy bent van. Fölvillantanak egy táblát, hogy safety car van bent, lassíts, csak már nem látható. Aha. Na, mindenki valaki jó kérdés, megfogják. Pont a hírekben hallottam, hogy még a virtuális safety car-nak is be kellett menni. Virtuális. Ezt gondolom, az lehet, hogy valahogy táblán infóban megkapják, hogy safety car van bent, de nincs bent valójában. És akkor be kell tartani bizonyos szabályokat. Nem? Tehát, hogy autó nincs, de... Na mindegy, jó. Vagy csak hologram. Nem érdekes, majd valaki megírja. Csak hallottam. Na, egy nő minden nap ugyanazt a napot éli át. Ez egy érdekes hír. Nagyon szürreális, de eljátszhatnánk a gondolattal, hogy mi melyik napot állítanánk meg, és mit mondanánk, ha tét nélkül elmondhatnánk bárkinek bármit, mit csinálnánk, mert hogy másnap tudjuk, hogy ugyanaz a nap van. Ugye ezt már nagyon sok film megcsinálta, nagyon sok film feldolgozta ezt az ötletet, és hát az Idétlen Időkig című filmet szerintem mindenki látta, ugye Bill Murrayvel. Zseniális, de ez most az életben is megtörtént, ugyanis egy nő, aki egyébként nem elmebeteg, és nincs semmi baja, csak volt egy fejsérülése, nagyon érzékeny ponton, ráadásul amikor kijött a kórházból, akkor jött rá, hogy az amnézia speciális formájában szenved, agya képtelen új információk megtartására. Tehát minden nap éli ő az életét, de mégis minden nap 2014. október 15-ére ébred. És hát naplóból nézi, hogy azóta mi történt vele, naplót ír az életéről, hogy tudja, hogy mik a friss történések azóta. Nem érzékeli, hogy eltelt az idő, és fogalma nincs, hogy mi történt 2014. október 15-e után. És minden reggel átolvassa a naplóját. Hány ilyen film volt, igen. Az 50 első randi, az volt ilyen. Az 50 első randi is volt, igen. Volt egy Nicole Kidman film. Volt egy Nicole Kidman-es thriller, amikor az nem is egy 2 éve volt, az nagyon jó film volt, amikor elrabolja egy férfi, és kiderül, hogy nem az a férfi, és nem ő, és mit, ő sem emlékszik semmire, és aki videónaplón keresztül kezdi saját magának fölgöngyölíteni az ügyet, az is jó. Október 15-ére ébredt, 2014. október 15-ére. Hát és az én feleségem is már 20 éve minden nap azt éli át, ugyanaz a lángoló, mindent elsősorban szerelem. Az a hős férfi, mindig, az a hím állat. Érted, egyszerűen megúhatatlan. Ugorjuk is ezt. Igen, és ugye a kérdés, hogy ha tudnád, hogy minden nap ugyanarra a napra ébredsz, játszunk el a gondolattal, ki mit csinálna, egyáltalán melyik napot tartaná meg, melyik napra ébredne, és mit csinálnál. Ha tudod, hogy nincs tétje, bármit megtehetsz, bármit megcsinálhatsz, mert mondjuk mindig másnap ugyanaz a nap van. Tehát nem arról van szó, hogy te nem emlékszel rá, hanem teljesen tét nélkül tudsz, hogy a Bill Murray filmmel is bármit csinálni, mert másnap megint arra a napra fogsz ébredni. Milyen szálakat indítasz el, mit csinálsz, és kinek olvasol be, kinek mit mondasz. Ugyanaz a nap minden nap. Úristen! És akkor elkezdett tolni az aznapi sztoridat, másnap reggelre lenullázódik minden? Igen, vagy valahol azért megmarad? Nem almozódik az élmény, hanem mindig ugyanazt éled át, ugyanazt. Hát akkor én nem egy ilyen, hogy hívják, letolósat, ilyen beszólósat választani, hanem tényleg valami nagyon kellemest. A múltamból. Valami olyat választani. Két palacsinta a Balatonnál. Hallod, megúsztuk aztán a lángossal együtt 7.50-ből, és találtam egy bontatlan Pepsit a kukába. Ez nem a napod? Hát tud élni, mi? Ez valóban izgi hangzik. Na, de mit csinálnátok? Hát mondjatok valamit. Egy napra én nyaralást választanék. Egyszer voltunk Kambodzsában a BK-val, ott bármelyik napot. Az olyan marha jó volt. 2 napig lenne jó valószínűleg. Igen? Hát gondolod, hogy minden nap ugyanaz. Megint... De várjál, de persze, de hát nem emlékszel másnap. Te emlékszel. De tudod, hogy dehogy nem. Te emlékszel. Te tudod, hogy ugyanaz a nap van megint. A Bill Murray emlékezett rá, ugye? Azért merte megcsinálni, mert tudta, hogy másnap, ha föl kell, akkor nem lesz belőle semmi. Azért kezdte, de ő maga emlékezett, a többiek nem emlékeztek. Hát mondjuk igaz, hogy másnap megint fölkelni, ott már megint az óceán, rohadjon meg. Aha, tényleg, ugye, nem jó. Ugye egy idő után. Jó, akkor miben van olyan élmény, hogy azt mondod, hogy minden nap vissza tudom idézni. Mikor az első gyereket csináltuk. Aha, igen. Te. Egy napig tartod? Jó sokáig. De milyen lett? De milyen nap volt? De milyen hosszú nap volt? Egy napig csináltátok, a jó hosszú nap volt akkor. A melós nap volt. Kellett rajta dolgozni. Megtudtam, hogy 2-es lett a matek érettségim. Azt én most nagyon komolyan mondom, hát az nálam az eufóriával határos, sőt. Tehát, hogy én aznap repdestem. Tehát, hogy én azt imádtam, azt az érzést. Én rettegtem attól, hogy úristen, ha csak ne, léci, ne legyen, csak egy pici kis pontocskával legyek. És megjött. És ott volt. És igen, és Jani 2-es lett. Figyeltek, akár persze nyomorult minden, de én annak nagyon örültem. Egész nap egyébként, amikor leérettségiztem, én egész nap, komolyan mondom, olyan hangulatom volt, mint még soha. Fantasztikus érzés volt. De ez hogy van egyébként, hogy elolvasod a naplódat, és abból teszel össze 2 évet? Tehát elolvasod azt, hogy 2014. október 15-én ő végzett, ő lefűzött. Ugye azóta olyan amnéziában szenved, hogy nem tud az agya új információt erről. És minden nap elolvasod, hogy hova jár a gyereked azóta iskolában, hova kell vinned, mi történt, hányast kapott, milyen lelki problémák gyötték, kivel mit beszéltél meg. Tehát hogy göngyölíted föl azóta az életedet. És majd mi lesz 10 év múlva? És egyre többet olvasol? Ugye? 10 évet majd végig olvasol. 2 év után elolvasol 10 oldalt, 4 év után elolvasol 30 oldalt. Hogy van ez? Vagy csak a legfontosabbakat írod be. Tegnap ez történt, ezzel beszéltem. Összevesztem az anyámmal, ma haragudni kell rá. A férjemmel tegnap veszekedtünk, tegnap este óta nem állok vele szóba. Akkor ma reggel se állok szóba. Tehát az érzéseidet és mindent elfelejtesz? És ha elfelejtett beírni, hogy kibékültünk? Vagy ha elfelejtett beírni, hogy kibékültél, vagy a gyereknek megígértél egy büntetést. Tehát abba hagyod a napot mondjuk 2014. október 15-én, lefekszel úgy, vagy lefeküdtél úgy, és utána hiába történik másnap bármi, te megint arra a napra ugrasz vissza. Azért ez nagyon-nagyon szörnyű lehet. Az. És 2 éven keresztül olvasod, hogy a te életedben egyébként te mit csináltál, hol voltál, hova vagy elég érkezve, kivel vesztél össze, kivel nem vesztél össze, mit csinálsz. Hát hogy lehet? És akárhányszor olvasod, de nem fog megragadni. Nem, és nem tud megragadni, majd lefekszel, gyorsan lejegyzeteled, mi van, ha egy nap nem írsz le semmit? Akkor hát, másnapot utána minden. És minden mi van, hogyha egy napra már annyi napló bejegyzésed van, hogy mire elolvasod vége a napnak? És nem tudsz beírni semmit, és másnap kezdődik megint előről. Egy olvasással töltött nap. És mi van, ha diszlexiás vagy? És akkor beírod a napot, és másnap tudod, hogy mit kell megcsinálnod, és újabb napokon keresztül írod, hogy mi a másnapod. Ez felfoghatatlan. Kezdjük ott, hogy az első mondatod a naplódban az az, hogy 2014. október 15-e óta nem emlékszem semmire. Igen. Ezt elolvasod, és mondod, hogy miért ne szórakozz. De aztán mondjuk tudod, hogy nem emlékszel. De mondjuk te úgy fekszel le 2016 októberében, vagy 2016 májusban, hogy te összevesztél a férjeddel, de te reggel fölkelsz, nem haragszol rá, mert nem emlékszel semmit, nem érted, hogy miért nem szól hozzá. Te elolvasod, és rájössz, hogy neked most haragudnod kell, és haragban vagytok, és felveszed ugyanazt a szállat, vagy akkor veled jó minden reggel kibékülni, mert te minden reggel úgy ébredsz, hogy te nem haragszol senkire. Hát nem tudsz haragudni, hiszen elfelejtetted, hogy miért haragudnál. Persze, persze, mondjuk annyiból egyszerű dolgodó, hogy akkor mit tudom én, az egy héttel korábbiakat kezded olvasni, de nem kezded el a naplót az elejétől olvasni, hogy rájöjjél, hogy a férjed miért morcos rá. De ha te 2014. októberében vesztetted el az emlékezetedet, és most 2015 van, és közben született egy gyereked, akkor minden reggel neked ott van egy idegen gyerek? Hát tulajdonképpen. Akkor minden reggel ott van egy idegen gyerek, el kell olvasnod, hogy ki ez a gyerek. Aha, ő a gyerekem. Jó. Anya, ki ez apa? A nő itt? Aha, van. Tegnap átjött anyám. Én tényleg ő az. Ugye? Tehát, hogy azért ez nagyon kemény lehet. Ez nagyon kemény lehet, hogy minden nap egy új nap. Hát ma hány új szituáció volt, amiben belekeveredtünk, nem? Bizony. És minden nap elmesélnéd, hogy te 130 forintért akarsz palacsintát venni a balcsin. Picit uncsi lenne az adás. Pedig beszéltünk róla ma. Igen. És mi van egyébként ilyenkor a fotókkal? Milyen fotókkal? Hát, ha nincsenek fotók beragasztva, gyakorlatilag bárki mondhatja, hogy ő az az anyád, meg ő a férjed. Mert de nem, mert emlékszel rájuk, tehát 2014-ig emlékszik mindenre. És ha úgy kezdődik, hogy 2 éve nem láttam a saját anyám. Na, úgy igen. Apám még kiküldetésen dolgoztak külföldön. Tehát, hogy érted? De én csak azon gondolkozom, hogy mit csináltam tegnap, de 600 dolgot kellett intézni a ház körül, beteg a gyerek, elindítani, orvossal beszélni, időpontokat megbeszélni. Azt ma nem tudnám úgy folytatni, hogy nem emlékszem arra, hogy tegnap már mit indítottam el. De van írva. Tehát minden pillanatban jegyzetelsz? Igen. Minden. Tehát arról szól az edzet, hogy mindent fölírsz. Hát csak nem. Tehát ma vettem 4 tojást, mert holnap rakott krumplit akarok csinálni. Ma rakott krumplit akarok csinálni. Vettem-e tojást? Ma vettem 4. Jézus, ilyen alapvetések nem fognak menni. Teljesen alapvető dolgokat kell. A hagyma, pedig csak dínszelni szerettem volna. Kicsit sok lisztet raktam a habbarázsra. Mondjuk nekem oda lenne a sorozat. Egy Banshee-t nem tudnék végignézni. Nem. Az előző részben odáig jutottam, hogy... Igen. Most akkor hol tartok? Tehát azért ez nagyon kemény helybe belegondoltok, hogy így élsz. Hogy erre aztán egy idő után fel kell készülnöd, treníroznod kell magad, és mindent le kell írnod, hogy... összefüggő láncszemekből, vagy összefüggő láncdarabokból összeálljon egy nyakláncá az életed. Mert egyébként a darabjaira hullik. Ha te reggel fölkelsz, és mondjuk nem tudtál jegyzetelni. Vagy ellopják a jegyzetfüzetedet. Vagy elszik a napló. Akkor fölkelsz, és nem érted, hogy kik vannak körülötted. Illetve a gyerekeidre és a családodra emlékszel. De nem tudod, hogy mi van velük. Hát másfél év alatt mennyi minden történik, nem? Bizony. Vagy 2 év alatt. Bizony. És hogyha mondjuk esetleg rádöbben arra kedves feleséged, vagy a kedves férjed, hogy micsoda lehetőségek vannak abban, hogyha mondjuk kicserél a naplódat egy ő általa írt naplóra. Érted? Tegnap végérvényesen összevesztem a férjemmel, úgy döntöttünk, elválunk közös megegyezéssel. Én nem kérek semmit. Nem viszek semmit, nem kell a ház, csak viszont a gyerekeket én akarom nevelni. Én 2015 augusztusa van, és én 2014 októberére ébredek, és arra napra még emlékszem, és ott én nem írtam naplót. Akkor én fölkelek reggel, és honnan tudom, hogy naplót kell olvasnom? Tehát honnan tudja, hogy... van egy plakát, napló, olvas. Tehát kirakok az ágyam fölé egy plakátot, és azt mondom, hogy olvasd el a naplódat. Ez volt egy Nicole Kidman filmben. Ő fölmondta magának videóra, és berakta a bugyjai közé, hogy van egy naplód, amit te vezetsz, menj be a szobába, és keresd meg a naplódat. És ő hagyott saját magának videóüzeneteket. Tehát te fölkelsz másnap, te nem tudod, hogy neked naplót kell olvasnod. Tehát valahogy rá kell kényszerítened magad a naplóolvasásra. Igen. Hogy? Kiírod a tükörre, hogy napló? Milyen, és azt mondja, milyen napló? Milyen napló? Aha. És ki az Isten firkálta össze a tükrömet? És gyere ide, és takarítsd a tükröt. Az én voltál, az te voltál. Napló? Már nincsen napló. Nem járok iskolába. Svábi. Az egy jó műsor. De már nincsen. Valakit hazahoz valahonnan? Nem emlékszem. Hát te arra a napra kelsz, amikor még emlékeztél mindenre. Igen. Ez nagyon kemény. És ha oda készíted magad mellé? Mit? Hát a naplót. Hát most ott van. Én felkelek, hát én annyi mindent készítek oda reggel, nem nyúlok oda. Nem tudod, hogy mi nincs oda, nem? Hát nem nyúlsz oda. Tehát ő mindig úgy kelt fel, hogy de jó, megyek és betakarom a gyereket, mert nem tud fölkelni magától, közben a gyerek már fönn van. Igen, már fölnőtt, már elköltözött otthonról. Már közben mondjuk 2 évet öregedett? Vagy magától kell, vagy elköltözött otthonról, érted? És keresed. Fú, milyen jó filmek vannak. Milyen lehet a párjának lenni egy ilyen embernek? Én biztos nem írnék naplót. Ha nem? Hát én üzenetben fölmondanám magamnak, vagy videóra, vagy telefonra, tehát hogy hangjegyzeteket készítek, leírni az egész napodat, a tegnapi napomat leírnám. Hát persze, hát megmondom, egy idő után már akkora információ mennyiség jön össze, hogy egyszerűen kezelhetetlen. Tehát egy pár év elteltével már. Hát ez ugyanúgy hangüzenetben is hosszú, akkor visszahallgatsz. És vajon, ha ő új képességre tesz szert ebben a 1,5 évben, akkor ő mindent ugyanúgy elfelejt? Vagy zongorázni közben ő tud megtanulni ez alatt a 1,5 év alatt. Hát az agya elfelejti az összes új élményt. És elfelejt mindent. A képességet is elfelejted? Hát szerintem, ami ma történt. Tehát, hogy te elkezdesz mondjuk zongorázni, és már barom ügyesen zongorázol, másnap fölkezd, megint az alapokról kell kezdeni, vagy a kezed és az agyad emlékszik arra, hogy te tanultál valamit, csak elfelejtett, hogy tanultál valamit. Ki az a zongora? És leülsz, és olyat zongorázol, és nézed a kezédet, hogy te jó vagyok. Úristen, hogy játszom, de jó vagyok. Mert azért vannak érdekességek. Tehát a fizikai dolgok, amiket elsajátítasz, nyilván, amik, mit tudom én, ügyességgel, erővel, stb. Kondícióval együtt járnak, azok mind megmaradnak. De ami tanult, és a zongorázást azt meg kell tanulni, az nem marad meg. Hát hiszen nem emlékszel, hogy tanultál valamit. Nem emlékszel arra, hogy vettél 4 tojást, akkor nem emlékszel arra se, hogy ez a billentyű a C-hang. Na most az se fog menni. De a súlylökés az menne. Az menne, az izmok menné. Ha folyamatosan vezetem a naplót, akkor egyre több szöveg van benne. Igen. Ha egyre több szöveg van benne, egyre hosszabb ideig olvasok. Igen. Egy idő után már csak egész nap olvasok, nem szerzek új élményt, és 3-4 év múlva már csak azt írom be a naplóba, hogy egész nap olvastam. És utána a maradék 50 évben egész nap naplót olvasok? Mert már nem tudok új élményt szerezni a sok olvasástól. Hát vagy kitéped a felét az elejét. Vagy az elejét letépem. És akkor mindig csak... Kedves naplom. De erre magadtól egyébként, hogy egy idő után rájössz. Hogy? És akkor a következő napló bejegyzés csak ennyi lesz. Tegnap elégettem az összes naplómat. De nem érted, hogy milyen naplót égettél el. Nem érted, azt nem tud elégetni. Hát nem tudod, hogy mit égettél el. Nem emlékszel, de nem emlékszel arra. Ami jön a következő bejegyzések szerep. És újra másolod. Nem emlékszel arra, de ha minden nap előről olvasod az egészet, már pedig minden... Tehát írok egy naplót 1,5 év, annak nem elég az utolsó 10 oldalát elolvasni, mert ha abban nincs benne a gyerekem, akkor nem tudom, ki az a gyerek ott, vagy ha mondjuk 2014 előtt még nem volt meg, és én utána szülök, vagy csinálok egy gyereket, akkor nekem minden nap ismeretlen az a 1,5 éves gyerek, aki arra totyog. Tehát el kell olvasni a napló elejét. Érted? Hát az utolsó 1 hetet érdemes írni szerintem mindig. Nem? És akkor úgy valahogy megvagy az életed. De tehát legalább azt tudod, hogy tegnap befizettem a csekeket, ma már nem kell. De mondjuk, ha letelik az 1 hét, akkor utána úristen, hónap elején befizettem a csekket. Hát bizony. Szörnyű lehet, igen. Hát és biztos vannak benne meglepő, hogy hívják, dolgok is, érted? Amikre úgy rácsodálkozol, hogy tudom én. Találtam egy olyan bejegyzést a naplomban, hogy tegnap előtt mindent megengedtem a férjemnek. Furcsa, ez mint egy kicsit szálkásabb volt ez a kézírás, kicsit más volt, olyan, mintha nem én írtam volna bele. Tehát a férj közben beleír a naplóba? Hát én biztos, hogy élnék a lehetőséggel. Beleírnál Móni naplójába? Persze, beleír a barnát. Igen. Sose volt olyan boldog a férjem, mint tegnap. Mert? Olyan dolgokat is megengedtem, amit eddig soha nem engedtem meg. Mindent megengedtem neki, amiért valószínűleg a pokorra fogok jutni. Igen. Mindent megengedtem 2-szer. Így van, 2-szer. Ez már a 3. napi bejegyzés. A végén már ő kérte, hogy ne többet. Mert már elfogyott az összes jég. Érdekes egyébként, ezen elkezdeni kattogni, azért ez nagyon, nagyon kemény lehet, igen. Azt írta egyébként a hölgy, hogy nem emlékszem a tavaly karácsonyra, a saját születésnapomra se, nincsen semmilyen emlékem. Nem tud dolgozni egyébként ilyen állapotban, és minden nap valakinek, a leginkább a párja segítségére szorul, tehát nem tud effektíve, bár már élne, és teljesen normális, fölépült, jól van, tud dolgokat csinálni, de nem, egyszerűen nem tud létezni, mert egy napig tart a memóriája. Tehát semmire nem emlékszik előtte. Semmi, csak karácsony születés, nincs semmilyen emléke. Hát nem tudsz vállalni egy melót, mert másnap nem tudod, hogy hova mész dolgozni. Nem, semmit nem tudsz csinálni. Újak a kollégák minden nap. Igen. De oda se találsz, nem tudod, hogy tegnap melót vállaltál. Igen, nem tudsz hova elmenni. Nagyon kemény lehet. Na jó, hát kicsit ezen elgondolkoztunk, azért vannak kemény élethelyzetek, igen. Sok film szól erről, többen külditek nekünk a filmcímeket, így van. Nagyon sok minden van, ami jó ebben a témában. A Mementót is érdemes megnézni, ilyen cetlikből rakja össze egyébként a történeteket, az is jó, igen. Na, hát itt már őrület van a hármasugrás miatt, ahogy látjuk, hát ennyien nem fogtok tudni jegyet nyerni. Mindenesetre, aki nem jelentkezett, még jelentkezzem, mert hogy goldtribünös jegyeink vannak, állójegyek, VIP-jegyek, goldtribün, kajapia, mindennel fel vagyunk szerelkezve, csak hát valakinek el kellene vinnie tőlünk a jegyeket. Jó, úgyhogy jelentkezzetek a játékra, a hármasugrás játszunk mindjárt, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:49 lesz pontosan. 4 perc múlva szép reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Nézem, hogy van-e friss közlekedési hírünk, azt mondja, hogy a Balaton felé minden rendben, jelentem, most indulunk nyaralni, egyelőre nem találkoztunk semmi kirívóval. Ica küldte nekünk. Az M1-esen Budapest felé a 25-ös kilométernél koccanásos baleset a belső sávban, és emiatt egy picit lassabban lehet haladni. Trafi van Visontán a crosspályánál, Sala küldte nekünk, valamint az 51-es út és az M0-ás kereszteződésben a körforgalomban egy kamion lerakta a rakományát, ezt Pici küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig játszunk egy jó kis hármasugrást Forma 1-es jegyekért, mert jövő héten Magyar Nagy Díj, érkeznek a pilóták, és használatba veszik a Hungaroringet. Használatba? Használatba veszik. Csütörtökön boxbejárás, pénteken szabad edzés, szombaton már szabad edzés, és délután még egy edzés, aztán vasárnap már időmérő. Nem, vasárnap futam persze. Van. Vasárnap futam van. Úgyhogy megnézzük, ki a játékosunk. 3, 2, 1, hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na, halló, jó reggelt! Szia! Szia Balázs! Szia! Hogy hívnak? Sziasztok. Hello! Dani vagyok, Földesről. Hello, Dani, honnan? Földesről, Hajdú-Bihar megye. Földes, de milyen fiatal vagy? Igen, 15 éves. 15 éves vagy? Igen. Na. Én ma akkor adtam. Én voltam a kacán. Hallottál már ilyet valakiről? Van egy nagyon okos papától, nagyfatártól, ne? Én már ennyi idős koromban arattam. Mit csinálsz? Hogy telik a szünet? Hát kicsit unatkozok, de itt a unokatestvéremmel, meg tesómmal jó el vagyok. Unatkoztok? Igen. Az jó. Hát de hogy nem mentek ki focizni, vagy strandra, vagy valahova, nincs ott semmilyen lehetőség? De van strand. Néha szoktunk kiállni. Igen? Miért csak néha? Hát, mert nem mindig van jó idő, meg hát nem tudom, nem én nagyon érünk rá azért, mert van más programunk. Mit csináltok? Mamához megyek. A mamához? Ő kicsoda, anyuka, bolda. Nagymama? Nagymama. Nagymama, igen? Látogatni kell valahol, vagy menni hozzá? Hát, mert most szabadságon van, és vele vagyunk. Tudod, kiskosár, bor, kalács, hát És a szülők mit csinálnak? Most dolgoznak. Mit dolgoznak? Anya üdéseket gondozza, ápolja. Ó, milyen szép. Apa meg Németországban dolgozik gépkezelőként. Ó, apukát kint dolgozik. Milyen sűrű jön haza? Igen. Hát úgy 3-2 hónapon, vagy 2 hetenként, de valamikor 1 hónaponként. Hiányzik? Nagyon. Igen? Nagyon. Jó, amikor hazajön, gondolom, nem? Igen. Ilyenkor mennyit van itthon? Hát, egy hétvégét. Hát az nem sok. Az nem sok. Neten tudtok beszélgetni? Igen, Skype-olunk sokat. Skype-oltok. És akkor egész nap, ugye apukád nincs otthon, anyukád idősek otthonában dolgozik, hát akkor egész nap tulajdonképpen így a suli szünetben otthon vagy. Igen. És hallgassatok titeket. Igen? Igen. És mit csináltok 10 után? 10 után? Hát... Strandoltok, ahogy mondtad, vagy játszottak. Átmentek a mamához. Igen, meg gépezek. Nagyon sokat számítógépezek. Számítógépezel? Mivel játszol? Hát nem, Farmrama, ismeritek. Bármit mondhatsz, elhiszük, tehát hogy sem WC-ben, se PS-ben, semmiben nem vagyunk nagyon. Ez egy udvarias kérdés volt. Igen, csak érdeklődöm, hogy mennyire vagyok lemaradva, de nem játszom nagyon. Lövős, vagy stratégia? Nem, internetes játékokat meg letöltősöket nem szoktam. És akkor miről szól a játék, amit csinálsz? Hát a Farmrama az internetes végül is, de csak az az egy. Ja, az jó. Farmrama. Facebook. Itt gondozni kell egy zsiráfot, elfoglalni a másik területét, megölni, lelőni? Nem, ültetgetni kell, megetetni, itatni. Ó, ez a nagy klasszik gazdálkodós? Igen, locsolni, igen, ültetni, igen, vetni, igen, aratni. És úgy rácsavarodsz, hogy minden nap bemész, és azt a rohadt kertet kapálod. És kapálni. Aha. Igen, vagy gyomosodok. Nővérem nagy gazda, ismerem. Virtuális gazdálkodás. Ez jó, sokan hallottam, hogy sokan játszák, de én nem kezdtem el. Igen. És van segítséged, Danikám? Van. Na, ki segít? Telefonon keresztül anyukám. Tényleg? Meg az internet. És ott tartod most őt a telefonban, és hallja, igen, hogy mi miről beszélünk? Igen. Miért ő nagyformai rajongó? Ő is, igen. És kivel mennél? Hát szerintem vele. Vele? Vele. Tehát hétvégén egy kicsit megszöknétek, és jönnétek. Igen. Ő is Räikkönen rajongó? Mindenki Räikkönen rajongó? A héten még nem volt más. Az egész család. Mi van ebben a Räikkönenben? Mindenki őt kedveli. Nem tudom. Amikor a legizgalmasabb karaktere a Forma 1-nek egyébként, de unalmas pilóták. De most nem jó szezonja van, vagy nem tudom, most nem jó. Nem. De hajrá. És készültél a kérdésekből, vagy a Forma 1-ből utána néztél? Igen. Na menjünk, akkor megnézzük, hogy mire megyünk. Jó, minek örülnél, vagy milyen jegyet szeretnél? Hát nem tudom, az első, az állójegy, az lenne a legjobb. Vagyis hát a Goltribun lenne, de én szerintem nem megyek el. A Red Bull Erikniát nem tudom. Most nagyon izgulok, és nem tudom. De cuki vagy, izgulsz? Igen. Na meglátjuk, meddig mész. Jó. Mi az a virtuális safety car? Ez még nem a kérdés, csak ebbe belevonyolódtunk a megszólás elén. Az mi? Hát az, amikor megvan határozó, hogy mennyire lehet, mennyire kell gyorsan menni, és mindenki azonos tempót diktál, vagy nem tudom, hogy nem jön be az autó, hanem csak ki van írva a táblán, jelzik nekik, hogy VSC, ami azt jelenti, hogy virtuális safety car, és akkor mindenki azonos sebességre van, vagy nem tudom. És akkor ugyanolyan, mint az autó, csak nem jön be az autó. De helyes vagy. Aha. Na jó, ezt is tudjuk. Hát nem tudtuk elképzelni. Ahogy én nem tudom. De jó, hogy valószínűleg jót mondasz. Igen, nem sokszor szokott bejönni. Már mi? Ja, virtuális safety car. Hát hiszen nem jön be. Na figyelj. Így szól az első kérdés. Nagyon figyelj. Jó. Keresztanyukád ott van a vonalban? Igen. Hogy hívják? Marci. Marci, héten még a nevét is elfelejtettem. Ez volt az első kérdés. Gratulálok. Megvan a jó válasz. Ügyes vagy. Na figyelj. Milyen feliratú táblával jelzik egy futam során a pilótáknak a biztonsági autó érkezését? SC. Így van! Ennyi! Ott is van! Jó! Hogy nyomod a virtuális safety carról beszéltetek? Igen. Na mit szólsz? Hát nagyon örülök. Nagyon örülsz. Felrepülök. De hát ugye itt a nagy kérdés, hogy? Voltál már valaha futamon? Nem. Soha? Nagyon szeretnék, soha. Pedig mindig tervezzük. Csak nagy álom volt, hogy milyen jó lenne egyszer ott lenni. Ott lenni a Hungaroringen. Na, hát most már biztos, hogy ott vagy. Igen. De hogyan tovább? Hát nem tudom, megálljak. Jó kérdés. Nagyon magabiztosan mondtad rá az első kérdésről, jó választ. Igen, és félek nagyon a másiktól. Mitől félsz? Hát, hogy azt, hogy nem tudom, nehéz. Hát kérdés, hogy kinek milyen nehéz, ugye, Dani? Milyen kérdésnek örülnél? Hát valami a pilótákkal kapcsolatos, vagy a futamhelyszínekkel, vagy... Futamhelyszínekkel? Aha, vágod a fejedben az összes futamhelyszín, tényleg? Hát, igen. Komolyan? Ne csinálj, komoly. Igen. És megkérdezik tőled, hogy melyik a harmadik futam, akkor rámondanád a helyszínt, hogy melyik a... Kína volt most, igen. Jézus Mária. Hatodik? A hatodik, azt Monakó talán. Nagyon profi vagy. Na, hát ennyi tudással akkor lehet, hogy érdemes tovább menni. Hát nem tudom, Balázs. Mit mond Marci? Mit mond Marci? Egy vagy kettő jegy. Amit most nyertetek? Kettő. Igen. De helyes vagy, hát az két állójegy. Tehát már Marci is ott van. Igen. Marci úgy érzem megállna. Hát én is. De nem tudom, várjátok. Hát ilyen relikviát se lehet ám minden nap beszerezni. Ezek nagyon komoly Red Bull relikviák. És azért nekünk elég magabiztosnak tűnsz, még napra késznek. Bejutni a játékba. Hát azt mondja, menjek. Ajajajajajajaj. Igen? Igen. Marci azt mondja? Marci azt mondja. Mi van, nem sikerül? Ó, nem tudom. Hát akkor sajnálom. Egy ideig nem Skype-oltok, Marci. Az biztos. Na figyelj, így szól a második kérdés. Oké. Nagyon izgulsz? Nagyon. Te nagyon? De nagyon. Na figyelj, melyik ország nagydíját rendezik a szahíri versenypályán? Bahrein. Így van! Hát miről beszélünk? Nagyon örülök. Nagyon izgulsz, nagyon örülsz. Igen. Most már kicsit jobban örülsz, mint amennyire izgulsz. Igen. Nagyon jó arc vagy. Na, megvannak az állójegyek, és megvannak a Red Bull relikviák. Igen. Szerintem most már megállok. Ne csináld. Nem mondd, hogy... Nem tudok. Nem tudok biztos választani a harmadikra. Na most szerintem még a saját nevedet se tudod, amit állapod. Hát már nem. Lassan azt is. Hogy hívják? Márcsi. Hogy nem létezve. Gábor, Tamás. Ott ülhetnél a tribünön, ott mennek el előtted, ott cserélnek kereket. Góltribűn. Igen. A legmenőbb arcok ülnek ott. A gridgörlöket egészen közel. Hány évesen? 15? Akkor nézheted. Tirölheted a csajokat. Nézheted, ahogy beszállnak az autóba. Ott lövik el előtted a rajtod. Ez nem startpisztolyjal megy, ez nem lóverseny. Még egy picit analóg vagyok. Igen, lövik fel a lángoló nyílvesz. Igen, füstjeleket adnak a pilótáknak. Ne csináld, hogy egy ilyen pillanatban megállsz. Úgy, hogy az első két kérdésen csak így sütj keresztül megy. Olyan tudás van a fejedben, mint Palikacina. De lehet, hogy egy történelem, és én abban nem vagyok jó. Nem, történelmi kérdések nincsenek. Ez most Forma 1-es kérdés. Nem tudom. Mit mond Marci? Marci? Mit mondod? Marcia? Álljak meg. Ne! Ilyen tudással a fejedben. Ki ez a Marci? Add a Marci. Ja, nem tudod adni, nincs ott. Marci? De, itt van Marci. Ott van Marci. Adom. Hogy adod? Nem te... Ja, add telefonom Marcit. Marci? Halló? Itt vagy Marci? Halló? Nem hallja. Nem tudjuk összekapcsolódni Marcsi. Ő azt mondja mindenképpen, hogy álljak meg. Marcsi nem bízik benned. Én bízom a tudásodban, Dani. Köszi. El tudod te ezt vinni? Nem tudom. Ó, na, hát nem. Uff. Mit mondjak? Dani, én hiszek benned. Anna hisz benned. Anna hisz benned. Dani, tudom, hogy egy okos fiú. Anna semmi se szent, jobb, ha tudom. Akkor Anna miatt. Nem igaz, úgy izgulok értem, hogy... Anna simán belehajt a szakadékba, vigyázz. Nem igaz, Dani, tudod, hogy imádnak. Nem igaz, hallgass rám, Dani. Annára ne hallgass, rám hallgass. Ez a vakbányalovak magabiztosság. Nem igaz, Dani, nem igaz, én abszolút veled vagyok. Nem. Na, mit csináljunk, Dani? Bocsi, Anna, de szerintem álljunk meg. Ne. Szerintem menjél. Dani, fiatal, szimpatikus fiú, annyit tudsz erről a Forma 1-ről, mint a szújó, a palik, meg négyen így egyben. Olyan okos vagy és ügyes, hát meg tudod csinálni. Jó, akkor menjek, megyek. Ebben a pillanatban egy csomó 15 éves matroszbúzos kislány sikított fel az országban. Engem vigyél, ott leszek a goltribűnön. Na figyelj, Dani, a harmadik kérdés nem könnyű, de meg tudod csinálni. Felkészültél? Figyelj, így szól a harmadik kérdés. Melyik legendás Forma 1-es pilóta ragadvány neve a patkány? Ne kapkodj. Beszélgessünk róla. Mi van a fejedben? Hát az, hogy valamilyen régi. Régi. Így van. Legendás. Nagyon régi és jó régi. Te még nem is éltél, nem mondj konkrétumot, kérdezzél róla, ha van valami a fejedben, és majd mondom, hogy jól kérdezelem. Talán, aki már meghalt? Nagyon jó, nem. Nagyon jó, ezt meg sem hallottuk. De róla mindenki hallott. Mindenki hallott, volt róla film is. Talán súg. Nem súgunk. Szólunk Marcinak, hogy nem súgunk. Nem súgunk. Nem, életben van még, és ott van a Forma 1 környékén. De balesete neki is volt. Így bizonyára. Nem, szerintem. Én a csokis masszát sokkal. Így van. Mit van? Niki Lauda. Skéróból! Niki Lauda! Igen, mindig ott van. Mindig ott van. Látod? A Nürburgringi baleset után kezdték el patkánynak nevezni, és ő nemhogy nem sértődött meg rajta, hanem levédette. Levédette, és aztán pedig kis plüssfigurák formájában árosított. Igen. Hát ebbe keresztanyukám segített. Na, hát ott vagy a goltribünön. Mit szólsz? Hát nagyon örülök. Köszönöm. Köszönöm nektek. Jól van. Hát magadnak köszönöm, mert nagyon-nagyon okos kisrác vagy. Hát soha ennyit nem fog tudni a Forma 1-ről, mint ebből a három kérdésről. Közöm nincs hozzá. Jó volt. Danikám, érezzétek nagyon jól magatokat. Köszönjük. Jó, küldjük a jegyeket. Jó mulatást, tessék sok fotót csinálni. Oké, jó. Érezzétek jól magatokat. Mehettek már péntek, szombat, vasárnap. 3 napra szól. Úgyhogy nagy buli lesz, jó? Igen. Jó. Köszönjük. Vigyázz magadra. Ciao. Ügyes vagy. Hello, hello. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jól van. Pici segítség néha belefér, nem? Nem segítettünk, csak terelgettünk. Hát csak nem. Csak egy elkészen lehetni. 4 perccel pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. Vízi, bicikli, delfines csúszdás. Csúszdás, csobbanás, ezt mind szeretem. Oh. Balaton. Ez a Balaton. És szóló. És nagyon tolta a tesó a gitáron. 761 000. 761 000. Így tartunk most. Jó lenne, hogy egyszer felkúszna 1 millióig. Én úgy örülök, hogy őt még boldoggá tettük, mielőtt szegényként meghalt. Igen. Mert hogy a hír sajnos igaz, igen, hát ez... Már mi is mondtuk még a nyár elején, hogy neki azért okoztunk pár örömteli percet, mert volt egy 40 000-es kattintása ugye át a YouTube-on ezzel a dallal, de azáltal, hogy mi őt megtaláltuk, felfedeztük, beszéltünk vele, meghívtuk a turnéra, felléphetett nálunk tavaly, ugye a klassz nyáron is, meg hát ugye Füreden is még egyszer. Akkor is jöttük, amikor nem hívtuk. Igen, utána megjött akkor is, amikor nem hívtuk. Nagyon cuki volt, hogy ott szerintem élete talán... Ha nem a legjobb, de az egyik legjobb pillanatait szereztük Bézolikának azzal, hogy ő elénekelhette ezt a dalt. 2-szer is, egyszer Debrecenben, és egyszer ugye Balatonfüreden. És hát utána megugrott a Hakni, egy csomó helyre elhívták. Figyelj, neki ez volt a boldogság. Kedves, nagyon szerethető ember volt, és hát ő azért létrehozta ezzel a dalocskával a Balaton nem hivatalos himnuszát. Akárhogy is nézzük, egy olyan feelinget, egy olyan érzést tudott ebbe a dalba belepasszírozni, ami mindenkinek visszaköszön, aki már volt lent egyszer, vagy 1-2 hetet már eltöltött a Balaton mellett. És igen. Ő imádta a Balaton. Zolika imádta a Balatont, igen. Na, örülünk, hogy ennyire örültök, hogy jó helyre ment a Forma 1-es, mi is úgy gondoljuk egyébként, hogy helyes volt, nagyon, Dani. És jó, hogy rágyúrtuk finoman arra, hogy menjen tovább. És aztán nem hagytuk, hogy rosszat mondjam. De nagyon-nagyon aranyos volt. Gyerekek, úgy drukkoltam ennek a kisrácnak, mint még talán soha senkinek. Komolyan, még el is sírtam magam. Nagyon örülök, hogy ott lehet a Forma 1-es futamon. Ezt Meli küldte nekünk. Meghatódtam, az biztos. Ennek a kisfiúnak ez egy életre szóló ajándék lesz. Puszi Tündi. Feldobta az egész napomat, hogy a sráccal bántatok, életre szóló élmény lesz. Hívjátok hétfőn, hívnánk, csak Szabin vagyunk a jövő héten, de lehet, hogy majd jövő után is meg tudjuk Danit kérdezni, mert tényleg helyes volt, biztos tud majd mesélni. Úgy lett el a hallgatótól, ja, Szabin vagytok, akkor rohadjatok. Igen, Dani, sírtam, úgy drukkoltam. Mellettem egy másik autóban egy srác ugyanúgy, menj tovább, Dani, menj tovább, kiabált. Gyapi is írta, hogy meghatódott. Persze aranyos volt, megérdemelte, ez neki egy életre szóló élmény lesz. Na, nézzük a közlekedési híreket, mit írnak, amit drága hallgatóink, mit küldtek nekünk SMS-be, mi a helyzet az utakon. Baleset a 70-esen az Egér út sarkánál, aztán a 37-es főút 44-es kilométerénél útjavítás, senki nem irányítja a forgalmat, nagyon balesetveszélyes, hatalmas a sor, mindenki óvatosan vezessen, Natika és kisgyerek küldte nekünk. Visontán a crosspályánál van egy trafi, valamint Kartálon a gyógyszertár előtt szintén mérnek, ezt Hajni küldte. Az 51-es út M0-ás kereszteződésében a körforgalomban egy kamion lerakta a rakományát. Vigyázzon mindenki. Szigethalom hévátjára után 4-es koc, Halásztelek felé ráfutásos, Bobó üzemte, és Magocs belterületén egy ház tövében egy autó és egy kamion találkozott. A kamionra a beton magas feszültség oszlop és rádölt útzár lesz. Széna, WC, papír, árus küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, terméket tesztelünk, mert ugye sokszor mondjuk, hogy ha bármilyen terméket láttok, vagy szembe jön veletek, vagy láttok egy reklámot, vagy bementek egy üzletbe, és azt látjátok, hogy egy termék ígér valamit, írjatok nekünk e-mailt, küldjetek el a termék fotóját, megpróbáljuk bekérni, beszerezni, vagy akár megvenni, és leteszteljük. morningshow@klasszfm.hu, ez az e-mail címünk. Tényleg, ha csak egy reklámot láttok, ha bármilyen árucikket, bárhol, külföldön, belföldön, és úgy érzitek, hogy kicsit valami csalás lehet a dologban, vagy nem biztos, hogy be tudja tartani a termék az ígéretet, vagy csak egyszerűen letesztelhető, küldjetek el nekünk. Nagyon sok mindent teszteltünk már, de mindig örülünk még egy-két új dolognak, és hát találtunk most is valamit, ami jónak tűnik első hallásra. Kérdés, hogy működik-e, és hogy hát valódi találmányról van szó, vagy csak valami lehúzásról. Úgyhogy már is terméket tesztelünk. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na, hát ez egy érdekes termék, és jónak tűnik. Egy $5000 real doll baba. Végre megjött. És úgy, ahogy kértük. Jani, parancsolj, kezdjük a tesztelést, igen. Mi az Isten ez? Na, hát elmondom nektek, hogy ez egy olyan kis szerkezet, ami elvileg a sofőrt ébren tartja, vagyis akik monoton munkát végeznek, biztonsági őrök, kamionsofőrök, volán mögött ülnek, tényleg fuvarozó cégnél dolgoznak sofőrként, vagy csak egyszerűen hosszú útra készülnek, azoknak ez a termék azt ígéri, hogy fölébreszt a kellő pillanatban, ha érzi, hogy te elálmosodtál. Jónak tűnik elsőre. Jónak tűnik, és az ötlet maga zseniális. Több mint zseniális. Több kérdés van, mivel ébreszt. A, B, hogy ő hogy érzékeli azt, hogy te álmos vagy. És hogy hova akasszuk? A szemünkbe? Hát akkor biztos fölébredsz a fájdalomtól. Na, a termék nagyon pici, úgy kell elképzelni, mint ezeket a kis bluetoothos fülbeakasztható, ilyen kis telefonhoz tartozó kellékeket. Olyan, mint egy ilyen kis klipsz, amit így fölraksz a füledre, behajtod a füled mögé, mint egy ilyen hallókészüléket, és aztán indulsz hosszú útra. A termék azt mondja, hogy ha te álmos vagy, akkor ez a termék meggátol abban, hogy te el tudjál aludni, vagyis nagy mértékben csökkentheti az autóvezetés közbeni elalvás kockázatát. Hát ez jónak tűnik, ez egy jó ötlet. Ugye, hát hányan tényleg indulnak el úgy nyaralni, hogy fáradtak, kialvatlanok, és mire lejjenek Horvátországban már 4-szer elaludtak. Magukra is, és másokra is. Tehát, hogy amit ígér, az nagyon praktikus tud lenni. Ez hangot ad le, mit tudom én, édesanyáknak hangját, miért nem hívsz vissza, kisfiam, már 4-szer kerestelek. Vagy a feleségedét befizetted a csekkeket? De milyen jó lenne tényleg, ha ez mindenki fülében ott lehetne, nem? Ha működik, hát azért nézzük meg, hogy működik-e. Azt mondja, hogy a jármű vezetőjének éberségének a fenntartása, pillanatnyi elalvás, elbóbiskolás esetén riasztó jelzőhanggal történik meg a figyelmeztetés, így az elalvásból származó közlekedési balesetek elkerülésére nyílik lehetőség. Jónak tűnik a termék, hát ez egy nagy ötlet, nem tudom, hogy kitalálta ki, de az ötlet jó. Mit csináltak egyébként akkor, amikor, Jani, te nyilván semmit tovább bóbiskolsz, neked volt, mert hogy hosszú útra mentél, és csak egy ilyen pici, szerintem egy másodperces beállás van. És akkor gyorsan megrázod. Olyan adrenalin önti el a szervezetedet, ugye 30 kilométeren keresztül ekkora pupillákkal szorítod a kormányt, és a kis verebet is észreveszed a leállósában, mert úgy megijedsz, nem tudod, hogy mennyit aludtál hirtelen, nem tudod, hogy mi történt. Egy ilyen áramütésszerű sokként így egyszer csak fölébresztenek a védőangyalaid, és annyira megijedsz, hogy utána 40 kilométerig nem kell energiaital. Mert dobog a szíved ezerre, lever a víz, és úristen, mennyit aludtam, mi történt? Sok ilyen volt. Próbál az ember figyelni, meg hát a gyerek van, akkor már ilyen helyzetekben nem megyünk bele, de amikor én egyedül mentem sokat vidékre, meg forgattam, meg sokat kellett vezetni, néha megtörténik az, amikor a legváratlan pillanatban már a remegésre ébredsz. És lehet, hogy tényleg csak egy másodperc. Hát de akkor is sok, ha egy másodperc is, mert pont akkor történik. Nagyon komoly, hogy így érzed, és így győzködöd magad, hogy nem állok meg, figyelj, a 100 kilométer, azt már levezeted, és a következő tényleg ez az áramütésszerű érzés, hogy úristen, elaludtam. Többfajta verzió van, tehát valamikor fogom a kormány, csikizem a kezemet, az még plusz 10 kilométer, tehát jobb kéz fog, és bal kézzel csikizem. Vagy elkezdem masszírozni a fejemet, ha nagyon durván letekerem az ablakot, és kidugom a fejem a hideg novemberi éjszakában, hogy az még azzal nyersz 10 kilométer. Vagy fejmasszírozás, tudod? Igen. Vagy a Viki szokta ezt, az bal kéz előre, jobb kéz hátra. Úgy fáj, hogy megőrülsz, de plusz 30-at azzal is lenyomsz. Tehát fogja a kezemet, és így csinál egy ilyet, tudod. Ezertű. Ja, ott ül melletted, és neked se egy ilyen? Ha látja, hogy már ráborultam a kormányra, megkérem most a kegyetlen, a kínzást, viszont a kínzást. Viszont a Viki sokkal többe van, mint ez a kis kütyű. Úgyhogy cserélünk, így van, megszerezzük a kütyűt. Jónak tűnik, hát nézzük meg, hogy mit lehet vele csinálni. Na, tessék! Tedd fel a kütyüt, Jani. Felteszem. Tedd fel. Felteszem. Vezetni nem vezetsz, de füled van. Azt látom, hogy nem olaszok tervezték, mert formatervezési nagy díjat nem lehet vele nyerni. Viszonylag ronda, igen. Bekapcsoltad? Ha mondjátok, mit csináljak? Hát még nem volt. Ki a legfáradtabb? Igen. Balázs, tedd föl, légy szíves. És a másik fülösre is oda, hogy tudok beszélni. Igen, és a talpadra is hármat, és hozunk jeges vizet, és nyakor üntünk. Igen. Na. Hogy kell bekapcsolni? Megvan? On-off vagy valami? Picit bízom benne, hogy az on-off gomb lesz az. Jó. Aha, a hangot tudjuk. Jó. Működik. Tedd föl. Mondjuk, ha csak annyi, hogy állandóan sipol, akkor valóban nem alszol el, de kidobom a kukába azonnal. Egyébként nem tudok elaludni. Oké, fönn van. Hallasz? Na. Feri, kezdj el mesélni egy sztorit. Jó, várj, bedobom a hogy a Jani elámos, hogy nem. Jó, dobjál be 500 forintot, és kezdj el mesélni egy sztorit. Ez most tesz miatt mesélek rossz sztorit, légy szíves. Reggelre úgyis elfelejtettél dobni. Légy szíves. Na, ez most a teszt miatt van. Azért nem kell. Mesélés? Azért most nem kell dobnom. Ja, most azért nem. A reggel miatt felejtettünk el dobni, de akkor most én dobok helyetted. Vagy most ne dobjunk, jó, most teszt miatt mesélsz. Jó, kezdj el mesélni bármilyen sztorit. Feri, azt a múltkor, amikor elmondtad, hogy bruttó 3 kilóért se akarnak jönni a szakácsok a kórhelybe, azon majdnem elaludtam. Képzeld el. Egy sima 6 órás sztorit meséljél, amit szoktál. Elindultunk otthonról. Na. És ahogy kikanyarodtunk a kis hídon... Még ne aludj el, ugye, csak mondom, hogy mit kell majd érezned. Jó, azt mondja a termék. Csak nézzük meg, hogy működik, aztán majd nézzük meg, hogy hat-e a Feri sztoria. A készülék a jobb fül mögé történő felhelyezéssel alkalmazott. Ott megvan? Ott van, jobb fül, megvan. Felraktam. A készülék az elektronikus egyensúlytartás elvén működik. Írja ezt a használati utasítás. A fej 30 fok történő, így írja, 30 fokkal gondolom, történő lehanyatlása esetén automatikusan riasztó hangjelzést továbbít. Na, mondd a sztorit. Várjál, előbb nézzél jobbra-balra. Ősz jobbról. Semmi? Igen? Hopp. Kicsit jó, hát kicsit bejelzett. Az őzeket is jelzi arra, ha tényleg. Érzi az őzeket, érzi a madarakat. Jó, nem csinál semmit. Nem életszerű, hogy így járjon a fejed vezetés közben, mert akkor már azért balesetet okozol, ha így jár a fejed. Nem csak nézze. Mert nem volt 30 fok. De nem, most jobbra-balra néz János, fönn van már a fülén a kis klips, a nagyot halló készülék úgy néz ki, már eljátsz, hogy fogja a kormányt. Váltsál. Oké. Képzeld el, ahogy este elindultunk, az történt, hogy hajtsd már le a fejed, mert tartunk. Sipol! Fizetek! Fő úr volt 2 alkoholmentesült 2 palacsinta is. Na még egyszer? Hajtsd le még egyszer, csak mintha elalud. És megint sipol. Aha, hajtsd le! És mindig ugyanott sípol neki. Mondjuk, ha feleség a fülén van, és ezt a hangot hallod, akkor jó a bulició. Csinálj! Ó, édesem, így biztos nem fogok elaludni. Vedd föl azt a klipszet. Csináld a mozdulatot. Ó, kicsi, nagyon tetszik ez a hang. Tit. Jövök, pálya! Igen, de jó, hogy félreálltunk, csak vedd már le azt a szart, mert megsüketül. Pálya! Jó, na. Végre egy termék, ami működik. Nézzük meg úgy is. Mert tényleg nekem a fejem hátrafelé esik. Nem lehet. Nekem a fejem hátrafelé esik, és van egy barátom, aki amikor mentünk Horvátországba, a fiús nyaralása, arra ébredt, hogy hátrafelé esett a feje. Tehát nevelünked is megtörtént. Igen, eltévedtünk, 1200 kilométert mentünk. De ez egy Skoda Favoritban volt még, hát nincsen fejtámlás. Hát nem volt fejtámlás, én az nagyon sülésen ültem, és kezdtem, hogy jól vagy, bírod még, és a következő pillanatban elmondta, hogy arra ébredt, hogy hátra esett a feje. Tehát az ébresztette föl vezetés közben. Az nagyon kemény volt, 10 évvel ezelőtt. Na, döntsd hátra a fejed? Hát hátra. Hát annyira nem tudom. Hátra gyorsabban. Nem. Gyorsan. Hát, jó, nem annyira életszerű. Hogy hátrafelé? Hátrafelé nem sípol. Tehát azok használják, akik úgy alszanak el, hogy előre esik a fél. De egyébként sípol. Tudod, hogy fog sípolni? Hogyha fordítva teszed föl, igen. Tehát nézd meg, előrefelé néz. Előrefelé, nézd csak, előrefelé, és most hajtsd hátra a fejed. Működik, látod? Igen, fordítva kell feltenni. Tehát a jobb füledre teszel egyet hátra, a bal füledre teszel egyet előre, és akkor akármerre dől a fejed, jó lesz. Mi van, nincs füled? Na, nagy baj. Nagy baj, mert nincs irányhallás. Niki Lauda hova teszi? Niki Lauda nem alszik el, mert saját légitársága. Niki Lauda az így, hogy hívják, így nézzével, hogy szikszalaggal föltapasztja. Jó, hozzunk ítéletet. Ez egy szimpatikus dolog egyébként, hát bárcsak meg lehetne előzni a baleseteket azért, mert mondjuk valaki ezt megveszi, nem is túlságosan drága, a nevét nem mondjuk, nem csinálunk neki reklámot, de megadhatom? Adom, én adom. Ezt adhatjuk. Végre egy termék, ami egyértelműen működik, minden fejbólintásnál elkezd sípolni. Tulajdonképpen nem rossz. Nem rossz, tényleg nem rossz. És azért is nagyon praktikus, mert hogyha megfigyelitek ennek egy kis kallantyúnak, vagy ívnek a végén, ott van egy lyuk. Tehát szöggel például lehet rögzíteni a koponyába. Úgy van. Kis csavarral, hogy azért oldható legyen a kötés. Egyébként ez jó. Praktikus. Igen. Olcsó, csúnya, de jó. Olcsó, csúnya a kamionsofőröknek, vezetőknek, sofőröknek, biztonsági őröknek, monoton munkát végzőknek ez abszolút működik. Jó, na, ha ilyet láttok, hallottok, bármilyen termék a kezetek ügyébe kerül, küldjetek el nekünk, mi leteszteljük. Nem igazán hittünk benne, hogy ez működik, de teljesen egyszerű, teljesen jó, és bevált. Olcsó, csúnya, de jó, akár én is lehetnék az arca. Így van, olcsó, csúnya, jó. Olcsó, csúnya, kicsi, jó. Kicsi és kiválóan működik, igen. Jaj, ha már autózunk, akkor várjál, dobok egy százalást. Egy kérdés, amit nem lehet megválaszolni? Várjál, rakok egyet, én is. Jó, fölraktam el. Zsül, neked is adok, jó? Hát tessék. Igen. Új autós átverés van, csak szeretnék szólni, nőkre mennek rá elsősorban, megállítja a férfi ember, és mondja, hogy jövök maga után, vagy láttam a járdáról, vagy akármi, a sztori az mindegy, már ez a rész, és azt mondja, hogy csöpög az olaj, el fog folyni az olaja, be fog sülni a dugattyú, és 600 000 forintos kár lesz az autóban, és azt fogjuk csinálni, hogy én egyébként autószerelő vagyok, hölgyem, hogy várjon meg itt, és akkor itt van a közelben egy bolt, hozok magának olajat, meg tudom, hogy a tömítés az hol van meglazulva, mert látom a csöpög és megcsinálom, de nálam nincs pénz, adjon már 15-20 000 forintot, itt hagyom a táskámat. A nő ugye kétségbe esik, hogy tönkreteszi apa autóját, mit fog hozzá szólni, vagy mindegy. Odaadja a pénzt, emberünk elmegy, és soha többé nem látod. De olyan hülyének kell lenni, hogy ennek itt hagyom a táskámat, hölgyen, és egy régi briefkót ott hagy. Mindjárt hozok önnek olajat, pont autószerelő vagyok, igen. Pont tudok itt egy autószerelőből, hogy nézze meg, ott van felirat. Hát nyilván nem így mondja. Így mondja, annak ember nem dől be. Képzelj el, azt mondja, pont itt vagyok én, aki autószerelő. Engem biztos, hogy szájon vágnának oda menni egy nőhöz. Hölgyem, csöpög az olaj, be fog sülni a dugattyú. Tudod, húzni neki is. Mondjuk ezzel a pervers fejjel mondod, hogy most mondtad, ezzel én se hinném el nekem. Hogy... Tehát, hogy igen, nem életszerű. De ezt csinálják? Az első ember, akit ezzel elkaptak, az már 1 millió forintnál tartott, nem a Jani. Ferenc, látom, csöpög az olaj, tudok itt egy autószerelő, hogy fogja meg ezt a táskát, na mutasd, mit kaptál, legalább bőr. Mi? A táska, amit a kezedbe nyomtak. Ja. mi volt? Szóval egy vacak táskát adnak kitölve mindenféle értéktelen dologgal. De csak azért mondom, hogyha valakit ezzel megállítanak, hogy csöpög az olaj, akkor legyen résem. Ez most az új átverés? Most ezzel próbálkoznak. Egy embert már elcsíptek, és ő közel 1 millió forintot szedett ezzel össze. 20 000 forintonként. Na, hányan dőltek be neki? Pláne sokan. 555-en valamelyiket választ ki. Igen. Sokan. Hát azért ez kicsit butácskának kell lenni. Hát nem? Annak. Hogy egy vadidegen pali megállít. Adjál egy vadidegen embernek pénzt. Elmegy, mert pont ott van egy szakszerviz vagy egy bolt, és akkor ő majd hoz a benzinkútról neked olajat. Pont nem jön vissza. Nem nézel bele a táskába. Hát, ez kicsit naívnak kell lenni. Persze soha nem az a hibás, aki nyilván átvernek, de hát azért ez... Annak kell lenni, de úgy tűnik, hogy sokan azok voltak az emberek kapcsolatosan. Hát még ha jó adod elő a sztorit, ezeknél az átveréseknél mindig ez megy. Most megint megy az unokás, nagymamás. Ez micsoda? Hogy fölhívják a nagymamádat, hogy én vagyok az a Balázs, csak nagy baj történt, és akkor én nem tudok elmenni a helyszínről, mamika oda megy hozzád, egy haverom, adjál neki 100 000 forintot, mert engem csak úgy engednek el, és a mama annyira megijed, hogy már az eszébe se jut, hogy azonosítson téged. És oda megy egy ember, elviszi a 100 000-et, és sose látják többet. Ez most állítok megint elexú. Megy újra? Aha. Igen? Igen. De és így telefonon keresztül a mama nem ismeri fel a hangját, akkor... Ha, haver hívja. Azt mi is megcsináltuk egyszer, amikor Feri nem volt, hogy a nagymamámat hívtuk föl. Szegény elhitte egyébként. Szegény elhitte, és adott is pénzt, igen, fölhívtuk a nagyimat. Már nem bajban vagyok, Jani vagyok, adjál pénzt, és mondta, hogy persze, ez persze. Még az se zavart, hogy a héten mázolhat a harmadik alkalom. És csak egy adásban. Igen. Na jó van. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Valaki írja, hogy jó, ez a kütyű, amit kipróbáltatok a parlamentben, micsoda fügykoncert lenne. Tényleg. Jó, duma, igen. 2 perc van fél 10, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Fél 10 múlt 6 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a halott pénz után. Milyen durva ez a kolumbiai kislány, nem? Olvastátok? 7 évesen, ez elképesztő. Hány napot bírt ki az ebből? 18 napot élt egyedül, 7 évesen. A kókuszedő? Igen. Hát kókuszedni mentek, aztán... Egy nemzeti parkban, az ország északi részén tűnt el, és egy elhagyatott kunyhóban találtak rá. Kiszáradt, de nincs nagy baja egyébként, és elcsatangolt, amikor a szülei kókuszdiót gyűjtöttek a nemzeti parkban. Hogy éli túl 2 hétig egy 7 éves kislány? Ez hihetetlen ügyes. Hát inkább szerencséje volt. Hát, de ahhoz azért találnod kell enni, inni, tehát ahhoz már azért tudatosan kell létezned 7 évesen, nem? Valahol el kell kezdened rájönni, hogy egyedül maradtál, csak magadra számíthatsz, ha ott nincs enni, inni, meg kell keresned, vagy vadásznod, vagy hát, inni valamit. Szerintem már a tevékenységből is, hogy kókuszdiót szedni mentek el a dzsungelbe, már egy picit azért sejthető, hogy ezek az emberek ilyen természetközeli életet élő emberek, és valószínűleg nem volt akkora probléma számára ez a dolog. Lehet, hogy ő ott, mit tudom én, bogárászgatott az erdőbe, tudta, hogy mit lehet megenni. Mit lehet enni, igen. Fantasztikus. Ilyen természeti népeknél szoktam látni, pont valamelyik nap én is láttam egy ilyen kis videót, hogy amíg a felnőttek elmentek vadászni, az egyik ilyen tévécsatornán, a felnőttek elmentek vadászni, a gyerekek ugyanúgy gyűjtögettek ott a környéken. És akkor mit tudom én, szágópálmából kiszedték a benne lakó nagyobb hernyót, ott tüzet raktak maguknak, és akkor, hogy hívják, megsütötték, megették. Tehát ők is gyűjtögettek, eszegettek, kicsiben ugyanazt csináltak, mint a felnőttek. Másképp értek ezek a gyerekek. Egyedül maradni, nyilván van egy pánik, amit le kell küzdened, hogy úristen, itt vagyok. Szóval ez 18 nap, az kemény, ez majdnem 3 hét egyedül. A sok. Sok, ügyesek is lányok. Oda kell figyelni, óvatosnak kell lenni, és mindig mondom a virágnak, amikor elmegyünk kókuszedni a halmi dűlőre, hogy elkódorogjon el, maradjon mögöttünk. Igen, na mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Balatoni árakról beszélgettünk, ugye, hát próbáltuk kiszámolni, hogy egy család elmegy nyaralni, akkor körülbelül 1 hét alatt mennyit költ, és arra kértünk benneteket, hogy írjatok nekünk irreális árakat. Mi volt a legdurvább dolog, amit láttatok, vagy megvettetek, kifizettetek egy ételért, italért, lángosért, vagy valamilyen játékért. Jöttek elképesztő SMS-ek, ez a megszólás nyilván nem arról szólt, hogy mindenkit elrettentsünk attól, hogy a Balatonra menjen nyaralni. Jó árak vannak, lehet menni, szerethető a Balaton, mi is szeretjük. Csak vannak szélsőségek, mint ahogy nyilván minden tengerparton, minden tópartján, és kértük hallgatóinkat, hogy írják meg, milyen irreális árakkal találkoztak a Balaton partján. Ezt ismételjük, valamint volt egy nagyon helyes játékosunk, Dani. Ügyes volt, megható volt már a története eleve, hiszen elmondta, hogy nagyon keveset tud találkozni az apukájával, az anyukája, az édesanyja egy otthonban dolgozik, ahol időseket ápol, és kiderült, hogy Dani, a hármasugrás játékosa, Forma 1 szakértő, viszont talán egyetlen egy dolog hiányzott belőle, pici önbizalom, és hát ezért lögdösni kellett, hogy menjen tovább, és jusson el egészen a 3. kérdésig, nem volt egyszerű dolgunk, Dani nagyon meg akart állni, lögdöstük, hogy próbálja már meg megnyerni a szupergól jegyeket. Aztán, amikor nagyon menni akart, akkor te nagyon meg akartad állítani. Hát egy kicsit játszottunk, igen. Na, szóval, hogy Danival játszottunk hármasugrást, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva lesz 10 óra, Balázs elszaladt, benneteket szolgál. Így van. Sose felejtjétek el, hogy csak azért műsort készít ma délután és holnap is, egyébként szerintem még holnap után is, ebből kifolyólag holnap sem lesz. De azt mondjuk most az utóbbi két hétben hozzászokhatok már, mindenki kicsit most több pihenésre van szüksége, úgyhogy nézzétek el neki. Úgyhogy holnap akkor nincs, holnap mi vagyunk Ferivel. Így is van, és aztán pénteken még belehúzunk, aztán pedig Szabi. Szia Csabi! Csabi! Jó reggelt, szevasztok! Én pedig már kezdtem azt érezni, hogy velem van baj, mert mindig megjövök, ő elmegy. Igen, hát ez mondjuk az is van, de arra mégse foghatja. Tehát nem ülhet be úgy adásba, hogy na, megint itt van a Csabi. Érted? Mert eddig itt van, vigyorog, én meg megjövök és elhúz. Ti meg azt mondjátok, hogy forgat. Mi? Ugye, engem nem vertek át. Majd megbeszélitek ti ketten, mi közünk nekünk ehhez, ugye? A ti torzsalkodásatokhoz. Hagyjatok minket ki ebből, jó? Van nekünk elég gondunk így is. Anna hívd a naphallgatóját, légy szíves. Csupa gond vagyok, stressz. Gondban vagyok egyébként. Na, most, szeretnél róla beszélni? Ma csináljak a gyereknek madártejet, vagy pedig a hétvégén? Szerintem a hétvégén. Hétvégén? Nem, ne legyen már hétvégén. Hogy csináld frissen? Ne csinálja meg, majd megcsinálja pénteken. Bezártak a cukrászdák, vagy mi? Mi? Bezártak a cukrászdák. Egy hónapja nem voltam. Ezt is nagyon komolyan mondom. Elvonás? Mit? Önkéntes száműzetés? Igen, mert nagyon dagat vagyok, és ezért gondolom, hogy... Jaj, de kár ezért az igen tessék. Bizony, ha egy morning shot mondtál volna igen tessék helyett, akkor most te lennél úgyis a naphallgatója, hogy kapnál egy ajándékcsomagot, de így csak névleg vagy az. Ó, nagyon sajnálom. Elnézést. Mi is sajnálom. Hát ne kérj elnézést, te csak egyedül te sajnálhatod. Azt írtad, hogy ugye teszteltünk egy készüléket, ami az elalvást gátolja meg autóban, a parlamentben, micsoda figykoncert lenne. Ennyit írtál. Szerettük nagy az SMS-t, és úgy gondoltunk, hogy akkor ezt a jó kis SMS-t megháláljuk egy ajándékcsomaggal, de sajnos ezt most nem tudjuk elküldeni. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Keresztneved még elárulod, mert nem írtad alá. István. Jól van, hát most tényleg szomorú lehetsz, majd legközelebb akkor 10-kor, ha csöng a telefonod, így veszed fel, jó? Oké, értettem. Köszönjük, hogy hallgatsz minket, és hogy írtál, szia. Azt mondja, oké, értettem. Köszönjük, szevasz. Fegyelmezett hallgató. Szia, szia, szép napot. Egy kérdésünk van, illetve nem nekünk, hanem Balázsnak. Csabikám, remek zenék? A feldolgozás feldolgozásának a feldolgozását hozom. Na, reméljük, hogy az eredeti jó szám volt. Egyébként nagyon jó szám volt az eredeti, biztosan emlékeztek rá, bár nem pont a Janinak a műfaja, de elég nehéz is olyat találni, Janinak a műfaja, és nem Slayer. A Rufus és a Chaka Khan készítette annak idején, őket talán még te is elismered. Igen. Rufus? Igen. Persze, Rufus. Az Ain't Nobody Loves Me Better című dalról van szó, amit kismillióan feldolgoztak, mindenki nagyon sikeres lett vele, és aztán talán tavaly vagy tavaly előtt egy Jasmine Thompson nevű énekesnő is ezt megcsinálta, és aztán ennek a feldolgozásnak lett egy remixe, a legújabb német sztár DJ Felix Jaehn rátalált erre, és ebből készített egy Jaehn, akkor nem japán. Bocsánat. De tényleg, hogy ez... Így előre, mi? Nekem azt mondták annak idején, hogy nevekkel viccelődni, az a legalja. Az igen, és ezt mi szoktuk csinálni, mert szerintem. De is jókat mutatok ezzel, látod? De hogy akkor lehet mégis? Hát egy kicsit. Amikor nincs a Balázs. Ő a legjobb belőle. Szóval ez a Felix Jaehn remixet készített ebből a dalból, és akkor ezt hozom nektek, mint klasslágert, jó? Jó. Akkor lehet egyébként, az ember mindig akkor döbben rá, hogy mennyi idős, amikor így arra jön rá, hogy még emlékszik az eredetire. Ugye? Tudod, amiből a feldolgozás készült, meg a feldolgozásnak a feldolgozása, meg a feldolgozás feldolgozásnak a feldolgozása. Ez a dallam, ez pont olyan, amit nem tudsz kitörölni. Ha egyszer meghallottad, vagy egyszer hallottad valahol, akkor tudja, hogy meg örökre. Mint Vézolikától a Balaton. Van hasonlóság, igen. 061 555 55 00, ez Csabi telefonszáma az elkövetkezendő 5 órában, holnap ketten vagyunk Janival, pénteken meg visszajön majd Balázs is még a hét utolsó napjára, addig jók legyetek, szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébred. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.